játékot csak egybe fog. Haver zöld! Apád fasz a zöld! Megmondott, hogy zöld. Jó, nem az, de most így azt jelzi, hogy a live-olok. Mi ez? Én vagyok élőadás. Yeah. De miért vagyok még én? Mi a faszom? Be se nyomtam. Ja, de benyomtam, ott van egy stream leállít. Na csezd meg. Na jó van, most már... Most már mindegy, maradok. Na most fuck it. Mondjál valamit? Hey, yo, motherfucker! You're watching Whipman's Steel! Okay, jó, elég lesz. Most úgy mondj valamit, hogy ott vagy. Így, ahogy most vagy. Itt vagyok. Itt vagy. Tökéletes. Jó van, akkor ez a negyedik rész lesz, át is írjuk, és azt is beírjuk, hogy pálinkázó horror live. Emeljük a tétet, nem érdekes. Egy pillanat és kezdődik a móka, játék címét is beírjuk szépen. Na most jó kérdés, hogy ezt így kell beírni, vagy amúgy mindegy. De azért látszik, milyen híres játék, mindenki leszalja, még a YouTube is. Na, mindjárt kezdünk tényleg, csak itten... Egyébként le van némit, ha azt vágod? Nincs le némit. Ja, hát az élőadás, hogy én ne halljam, várja. De azért látszik, milyen híres játék. De érted, még a stream kódot se adtam meg neki, ez mit csinál? Megadta is. Hát ez érdekes. Dark Ranger Hunt, te meg most írtál ide, hogy HD, vagy ez még a múltkori stream? Most írt. Hát nem tudom. Igazából, nem sokára kiderül, majd mindjárt úgy is ír, hogyha igen. Mindegy, ez egy megtekintés, ez néha nem egy, hanem ilyen, mit tudom én, 50, csak a YouTube nem bírja a pofámat. Ez figyelj, 1080 kilobittel. Na, mit akarok? Újabb ilyen ablakot, hogy meghirdessük a csoportokba a dolgokat, aztán mehet a paket, meg a kameras 26 kemény feliratkozóval. YouTube channel G-t, ne rögj. Értek hozzá. Esküszöm, hogy értek hozzá. Csak nem értem, hogy miért most indult el a live, szóval. Csak... Értünk a logokhoz. Nem vágom, hogy miért indult el a live. Szóval sem meséltem neki, hogy ez lesz. Szóval, ő már tudja. Na se baj. Pálink az a horror, juhú! Pakét, így. Oké, kezdődik a móka mindjárt. Á, ne unatkozzanak, kapcsolok a pofánkról egy csúnya képet. Így van. Csak én látszok benne! Ezért, tudom én... Én vagyok benne a horror, ő meg a pálinkázó. Ja, igen. Ott van! Na jó. Szexi! Na szóval, hirdetgessünk YouTube nézettségre föl! Nem szarazunk, Krisztián Szabó, te meg hogyha jössz, akkor gyere hamar, me! Na várja, azért időm, hogy élő, mert akkor úgy eszik a tikok a dolgokat. Meg a kérdés, hogy jól lehet-e hallani, de ezt majd ők megmondják. Mert ha nem mondják meg, akkor durci leszek és szomorú. Milyen kommentek fognak eljönni majd? Köcsög gyerek, szerintem ennyi elég is. Média kurva. Média kurva? Várja, nincs fenn a Zeilinger? Várj, itt a lakatos ivó! Így van. Zoltán, de nem nagyon látszol? A lényeg az, hogy Jingo. Ha nagyon akarsz látszani, majd így bepofátlankodsz. Nem is tudom. Szerintem mehet a móka. Ne ivogassatok Skype-on. Ennyi a lényeg. Ne ivogassatok Facebookon. Mert mérges leszek. Mérgös G. Verekedés fog lönni. Akkor megy a stream. Akkor már csak azt kell, hogy elindítjuk a gamét, ami itt van. Képet. Majd fogunk. Előbb el kell indítanom ezt a sált.
És Lakatos üzent nekem. Azt hittem a Laci! Na, így van. Köszönj az Ivónak! Szia, Ivó! Szia, Ivó! Itt a... Mi volt? Minek szokott nevezni? Nem tudom. Na mindegy. Itt a cápi! Oh! Mekkora buli! Csak most nem látszik, mert setét van. Jó, a buli csak... Vágom, nézem, tökéletes, akkor OBS-be nyomatunk egy tulajdzsingásságot, vagyis hát először is leveszem a szöveget és a képet, hogy tessék! A játék megelőzött! Vagyis hát mi történt az OBS-sel? Automatikusan berakott mindenhova. Mi is azért felemeljük a hangját a játéknak, hogy azért parázzunk. Ha jól tudom, 18. naptán tartottunk, most jön a 19, hol mutasd a cápit. Ivo, kíváncsi rád. Szia, cápi! Na, ez a Pányú Drive. Na most aztán most dzsingázhatom a kamerát. Köszönjük szépen, Ivo, hogy levetetted velem. Molnár Krisztián Live. Na, hölgyeim és uraim, akkor beköszönök, szervusztok. Pálinkázó Pányú Drive. Ez annyit tesz, hogyha megijedek. Itt ez a kis pohárka, tőttünk. Hova raktam? Itt ez a kis fütyilős karamellás zöldalmát vettem. Futyulós. Pákó pálink, palinka. Neveljük le, ez a lényeg, mert akkor... Sziasztok, szép estét, szervusz, nagy Nadin, és neked is, vagy nagyon szívesen mondta Ivo. Na gyerekek, akkor 18. napot végigvittük, vagy nem? Már végigvittük, ez a 19. barátom. Igen? Igen. 19-en? 19. Átbaszol, akkor csúnya világ lesz. De várjál! Azt hiszem pont a 18-nál hagytam. Jó, belejátszunk, aztán kiderül. Újra játsszuk. Kész. Így is úgy is tud meglepetést okozni. Szóval, akármikor megérdek, tőttök. Zoltán, meg te meg akkor iszol, amikor szeretnél. Azt szerintem ne kapcsolod le, mert nem látszunk. Horror játék. Horror G, azaz. Horror man. Van el napfénybe. Rendesen lehet hallani, remélem. Szóljatok, ha nem. Na! Itt voltunk. Jó van, ez még zenél. Milyen szar, kicsit ilyen szargrafia van, de... Ja, és hogy ez az egy elem lámpán van, ott tartottunk, és 7 darab gyufa. Ugyanis ez a szemét Linda kiégett az összes égőt, úgyhogy már nem működik az áram itt. És most a kérdés az, igen, Ivo, horrorjáték, egy párszor elmondtuk, úgyhogy nem baj, Ivo. De amúgy igen, horrorjáték, és... Rég volt ittas játék. Én ünneplem a 300 feliratkozót, meg ünneplem a Gémes Kutas 26 feliratkozót, nem tudom. Igazából nem tudtam jubileumot mondani róla, vagyis hát tudnék, ez a negyedik végigjátszás. Na, jubileum. Szarul hangzott, nem? Hát, kicsit. Ja, meg a legjobb, hogy a nyíl ide kimegy. És akkor így. De a lényeg, hogy nem kell egeret használni a játékba, mármint gombot. Kell sötétedni, így van. Nem rossz, jó meccsen. Ajha. Ja, igen, itt az én kis barátom. Jaj, de aranyos! Tudod, hogy hülye vagyok ehhez. Ugyan már, Ivó, csak az önbizalmad. Itt a McDonald's-os bohócunk is. Tökéletes. Na szóval, gyerekek. Ha túl hangos vagyok, szóljatok nyugodtan, és akkor már is lejjebb veszem. Így. Szóval... Ja, de várj, ez a szaron még tekerő is van. Na jó van, ameddig látunk, addig nem használunk lámpát, mert nagyon... Mi ez a zene? Na megint kezdődik a móka. De... Most magyarázd meg nekem őszintén. Ki a picsa lakik ilyen házba, hogy ilyen képek mellett? Tesó. Tényleg tesó? Itt a Cézár szobor, vagy mi ez? Ettől már most beszarok. A szadján van valamelyik emeletnél, meg van ott így az öregasszony, ott áll így vigyorg, és mindenki mögötte így.
Kurva jó hangja van ennek a izé villámlásnak is. Zárva. Ajha. Kezdődik a móka! Ajaj, belaggott a játék az előbb. Segítsen a izé, mit tudom én. Sziasztok, nem valami sokan nézik a live-ot. Hát 10 perce indítottuk el. Jó, hogy hát amúgy se szokták sokan nézni, de nem is érdekes. Majd egyszer eljutunk arra a szintre is, amikor már vehetünk egy 320p-s kamerát. Amúgy is legalább így ki tudjuk szűrni a trollokat. Amúgy szervusz, Fandum. Érezd jól magad? Vagy érezd otthon magad? Nem tudom, hogy... Köszönés, mert... Oh, egyetség lemerült az elembe. Így is látok-e? Egy horror játékbe érezd otthon. Hát én nem akarom már itt otthon érezni. Mert... Nem ült senki, ez egy szobor. Méghozzá egy csöcsös szobor. Észre se vettem ideig, pedig ez már 18. nap a 30-ból. Kezdjünk el gyufákat meg elemeket gyűjteni. Sőt, mi több... Most minden elhalkult. Azt hiszem ideje útvonalat gyújtani, mondjuk ezt. Igen, mennyit számít a gyertya? Köszönjük. Szopjam ki a csöcsötöket. Oh, aranyos vagy, szervusz Várdi Dániel, de az én csöcsöm foglalt. Mondjuk jó a live, köszönjük szépen. Hát, meg szeretném tartani a jó szokásomat, és tartsátok meg ti is. Akkor ide is gyújtunk. Van nekünk... Mindjárt elkezd. Igazából az a jó ebben a... Aha, mindjárt mi is fütyülősözünk. Igazából ebben a játékban az a jó, hogyha nagyon eltévedek, akkor így ilyen tippeket mond a főszereplőm, hogy mintha hallottam volna egy hangot a fürdőszobába, és akkor menjen be oda franc, de nekem be kell oda menni. És az az életcsik meg nem életcsik, hanem a saját elmeállapotom. Szóval mit tudom, hogy megijedek, és így megrángatom az egeret, akkor sok megy le. De hogyha csak úgy nézem, akkor kevés. Ki az, aki úgy nézi, érted? Nem valami ilyen. Valaki mászkál, ne? Ez 4K felvétel. Hát azt nem tudom, igazán... Én azt mondom, hogy ez kizár dolog, mert nem tudom. Igazából egy Full HD-s monitoron játszok. 1440x900-on, csak azért, hogy lássam a chatfalat is. Hát meg lehet, hogy a Full HD-től a 960 az így... így berregne, mint a rotációs kapa. Bazd meg! Itt már voltam. Lehet, hogy nem... Lent? Ki a faszom fügy? Na? Húha! Ez bepisszent öreg. Hétes olyan, ezt meggyújtanak most. Na-a. Hát itt nincs semmi. Nekem csak 720p, 60fps. Hát az jó. Én annak örülök, hogy ennyit tud közvetíteni. De... Ja igen, azért nem 1080p, mert nem... Izé, nem 1080p-be van a felbontásom se. Ne írjál Facebookon, mondom. Na várjál. Be is szólna, 4K lenne T-Rex szívű síra, izé. 4K miatt. Hát... eszáll Istennek a T-Rex szívaja. Én meg ki se próbálom a 4K-t addig. Na nem is tudom, egy évig biztos nem lesz még 4K felvételem. Aha. Fakit sötét. Kezd... Ja, fürdőszoba, itt már egyszer megvektelt. 200 gyufám van. Milyen kedves, becsukogatja utána az ajtót. Ja, hát ez olyan, mint a régi játékok. Tudom, amikor kinyitod az ajtót, és így vissza is csukódik. Uh-huh. Hát... Váradi Dániel meg el van. Nincs eseli támogatás. Az biztos. Ó, fuck it! Szal a lámpám is. Hát ez buli lesz. 200 gyufa. És még a felső emeleten semmi nincs. Utálom ezt a szemétjátékot, mondtam már? Na ezt a képet mondom. Figyeld. Hát elmegy a picsába az ilyen, aki ezt kirakja.
Jó, meg akkor ezt. Na, itt el is áldogálhatunk, amíg... Hohohoho! Hát azt elhagytuk. Itt a tipp. Ha a Murrayn el vagyok, unatkozok. Hát... Talált fel magad. Amúgy jó a live, köszönjük! Nagyon szépen megyünk a trófea szobába, és akkor kezdődik a dzsingulás. Remélem, hogy nem baszik ki velem. Ez a trófea dzsingó. Nem, egyen lejjebb van a trófea dzsinga. Ismeritek film Killert? Ja, fogatlan csávója. Fem a fog, bab fővelékem, totaljál! Anyukád is trollkodott el. Ne, Dani, ne, ezt ne. Megjöttek a lábnyomok, geci. Kezdődik a móka. Dzsingó. Aha! Szóval a villámoktól erre fakítolunk. Bazd, bohóc fasz! Most már megint a tévészobát fakítolja? De miért? Mindig a tévészobába reptel. Akkor bekapcsoltam a tévét, azt ott volt. A tévébe. Azt mint a kislány kijött. Na mi van, nem akarsz villámlani? Hova? Az ablakba. Hítesó. Nem, nem a... A szekrény sarkába. Kulcs! Köszönöm! Linda, király vagy, haver vagy. Isten vagy. Tuti be fog rekteni, én ismerem a fajtáját. És akkor találtunk ott egy csomó zárt ajtót. Ugye? Hát ez nem az a kulcs hozzá. Igen. Ez nem az. Na, megijed magát. Hát ez most... Hát ez most nem volt ijesztő. Na, meg csak menj be. Facebook gyökerei videó nagyon jó volt, annó még jó. Ó, köszi, hát... vannak még fenn videók, most felraktam, hogy... Tudom, hogy kire Isten vagyok, nem kell mondani. Így van, Isten vagy. Na, vége a 18. napnak, és tényleg nem volt ez a nap. Igazad volt. Na, körbenézzünk itt a trófea szobába, mert azért... Én bocs. Ah, van elem! Ikuzá... Pányú elem, hallod? És gyurecseles izéva, ki is cseréljük. Ó, oh, szépen vilett. A fos volt ott, hallod? Na. Ja, csak szikla meg a szoba. Hát... Dzsinga az egész játék amúgy. Ez úgy működik, mint a Paranormal. Mi nem vette ki az elemet? 19. nap, gyerekek, már nagyon túl vagyunk a felén. Ja, az csodál. Azon csodálkozom, hogy tényleg nem volt itt most semmi. De állítólag lesznek olyanok, hogy lehet, hogy üvöltve fogunk futni a szobába. Hogy megérje? Ja, hogy megérje. Már értünk a lovakhoz, mert sok szartát néztünk ebből. Hát ne is mondd, főleg a izé, Cursed Forest. Szép egy meg, a, meg az amnézia. Ah, mégiscsak esik az eső. Mindig szomorú az egész. Flegma az idő. Ja, a flegma az idő, így van. Igazi... Nézd már! Ezt mikor hagytam itt? Szerintem kedvességből hozott neked. Azt mondjam, most nemrég volt a Face oldalon egy kis Rage videó. Tötödö. Az én voltam. Ez nem az én csatornám igazából, ez a... Krisztiánnal vezetjük ketten. Az, ahol a Rage videó van, az teljesen az én csatornám. Ahol még... Ja, tényleg még Zoli is szerepelt benne. Mint ide. Ja, tényleg. Nálam vannak az összes borok, keres a Tibi. Hát majd... Mondd meg neki, hogy majd jövök. Majd nem sokára. Ja igen, kivektelte az áramot ez a szemét. Ez nem Tibi, van. Van egy kulcsom, lehet vele izé... szarakodni. Hol nem nyílt az ajtó? Ez az? Ez nyílt.
Aha, ott vagyok. Nem. Ah, pedig ez lett volna az ajtó. Ja igen, megkaptam ezt a kis szárnyat is. Ez se az. A zene meg nem hagy a láb. Zene is flagmul. Ja, flagmul a zene is. Ez az ajtó se az... Ja, itt ez végig nem nyílik, azt hiszem. Hazudok. Fuck it! Majdnem mondtam azt, hogy gyújtogassunk gyertyát, de mivel? Igen. Anyád picsája! Azt én is felhittem, baszod. Para lesz. Tibe fog rettelni. Ha de hol mente? Hát ott fal van. Hát, neki nincs. Outlast 2-t kiválja, vagy a Doom 4-et. A Doom 4-et azt kipróbáltam Open Beta-ba. Kíváncsi leszek, milyen lesz a single, és az Outlast 2... Hát igen, az Outlast 2-t azt mindenképpen akarom. Hol a tojás? Megettem reggelire, semmi baj. Majd veszünk másikat a bótba. Hogy az ez, hogy bele tolkod? Offen. Ez most ilyen OOC-s beszélgetés volt, mint az MTA-ba. Ilyen sus. Zoli, mondd meg, mit csináljak? Te se tudod. Én se. Az a baj. Azt se tudom, hogy hol vagyok. Először járt vissza a játékot. Várj, itt volt ajtó. Volt, há. Meg vagyunk, ennyi. Nem kellett ez sokat keveregni. De! Vágod, hogy én... Itt voltam, felszedtem a kulcsot, úgy szedtem fel a papírt, és nem hogy kinyitottam volt. De ember! Most tuti most, gondja. De pölöső. Én ezt... Figyeld. Csicska lesz. Csicska lesz. Rohadék leszem. Előjönnek, mint a... Van egy cigid. Van egy cigid, tesó, buszra kell. Buszra kell, tesó, van egy cigid. Hallod, ne. Nevedd fel. Ja, ez a izé volt. Azt a mindenit. Ez ki a fasz volt? Valakinek jó kedve van. De kinek van ilyen jó kedve? Az egy szobor. Az hűtőnek van jó kedve? Az amúgy nem volt. Én lecsekkolom. Mi a picsát kereselte itt? Bohóc! Egy Big Mac menüt. Feltrókorod, baszat. Nem szorogszik. Kis... Kis szarházi, hogy be akart izélni. De egyébként sok jó régi játék folytatással is lesz, mint a Mafia 3. Ajha. A kurv... Szoszi bohóc. Ez most rám nézett? Jinguljá szobor. Ott fel volt akasztva valaki? Hol volt felakasztva valaki? Nincs ott felakasztva senki. Ja, szobor. Ez egy szobor. De most te miért akarsz te engem itt fogni? Bohóc. Te hűtőbe beraktad a kult? De most ez mit szopat? Ez nagyon rektelező volt. Vagy ez most a olyan volt, mint hogyha megnyomtam volna a dudáját. Nem. Mi a faszom? De most ez nagyon jó, hogy nézzük a legyeket. Szerintem a rúdáját. Ez is talán. Na, kamáz. Milyen stílusú játékokat szerettek? Hát, Zoli lolozik. Meg... Ne, semmi. Most már nem. Ne. Csak be kellett csukni a hűtőt. Szóval Zolit nem hallani, akkor tolmácsolom, hogy mit az szeret. Az Open World RPG-ket szeretem. Azt én is szeretem. Az Open World RPG-ket, mint a Witcher 3. Azt... Jöjjön ki a Blood and Wine. Azt hiszem, hogy ezt is élőbe közvetítjük itt. Ajha! Nem. Én értem. Szerintem ki kell menni. Nem kell kimenni. Hidd el... Tudom, mit az egész betépe. Higgy el nekem. Nem kell kimenni. Én pedig, hát... szinte mindent. De főleg az ilyen Rainbow Six-féle, ilyen taktikai, gondolkozós. Na jó, meg most éppen ilyen nagyfasz feelingű Just Cause 2. Itt a téglás jön. Oh,
Na jó, húzzunk innen. Tesó, takarodjál innen, full kurva. A bohóc madár ijesztő, meg a dzsingó. Milyen mesét lehetne ebből az izébe forogni? A röhögő bohóc, meg a madár ijesztő fasz. Holnap meg Assassin's Creed film előzetes. Ja, ja. Na, azt viszont nézni kéne. Arra kíváncsi leszek, hogy azt... Nem beszarod. Ja, merül a fosom. Trófea a dzsingó szoba. De most megint válnom kell, amíg pofázik. Igazából, hogyha elérem azt a szobát, mint most például a hűtő, akkor nem mondja. Semmi ilyesmi. Szerintem csak az óra beled, kurrantva. Megy az idő is rajta. Megállt. Na, Nem állt meg. Megy ez. Nem szavazik velem. Ajha. Egyáltalán nem szavazik velem. Parazene. Na hát várjuk az Assassin's. Állj meg. Tudtam. Éreztem. és ettől ijedtem volna meg. És akkor az dupla piatul. Na mi van, Linda, nem akarsz leitatni, vagy valami? Hát ő se akarja, hogy ígyunknak. Hát pedig muszáj látja, lesz. Látja, hogy mellég. És baszki, itt nem látok szart se. Fugyulósból. Ivo, vág. Baszki, Ivo, csezd meg, hagyjad mázolit. Várjál, ijesszem meg hátulról. Hát de most, what the fuck? Mi ez a kék körte? Nem, ez egy lombik. De viszont... Ez kurva jól néz ki ez a hattyú cucc. Jaj, szerintem vissza kell menni oda abba a tetős szivába. Az a jó, hogy ennek a játéknak a trélere úgy kezdődött, hogy mutatta, hogy kell fel a nap, és a Pine New Drive feliratotta íze előtt így fullosan kidolgozva, de tényleg. És a játék betartotta az ígéretét. Az az egyetlen ki van dolgozva, a többi mind ilyen négyszöges, szóval. Jó, hát azért nem amnézia. Jobb az amnéziánál. Mármint így grafikailag. Hát grafikailag. Valami elment, Bori. Egy pillanat, valamiért letekerte a hangot. Ez hülye. Esküszöm. Tuti a horror játék vágod. Biztos a horror játék. Baszakszik feled a Linda cica. Hát ez kurva jó. Amnéziát ismerjétek? Meg is vettem Steamen. Nagyon hazudok, ingyenes volt. De amúgy sokat csapattam vele. Sokat csapattok a jó kis amnéziával. Igen. Hát a saját csatornámon van egy pálinkázó amnézia is, ami nem is tudom, 3-4 felesnél így abba is hagytam. Mi ennek a kisfia? Konkrétan? Csak több ivással. Ja, konkrétan hát, most... Azért gyakrabban van a para. Ja, azt a... Végül is olyan egyéni történeteket tudnak néha alkotni, hogy... Kicsit beteg. Egyszer volt olyan, amelyeket abba kellett hagynom, mert úgy beijesztett, hogy beszorult a szívem, hallod? Az kemény volt, azt ott az a videó nem is került fel. Most már hinthetne valami kis jeleket várni. Ja, most már csapathatna nekem egy... Hintet? Ez most bug volt, vagy megjelent a kép? Tarik bele. Átmegy mindenem. Elhakult a zene? Várja, ott ezen a napon ment arra a zombie-e? Hát körülbelül. Igen. Ez fürdőszoba. Benézek hát, ha van itt gyufa vagy elem. Most... De komolyan, minden játéknál össze van szalva a budi. Zöldem. És zöldem van össze szalva a budi. Pesto szósz te vettem már aznap, vagy mi? Pesto. És kimászott a tetőre. Villanykapcsolónk mi a ráknak van? Azért, mert fel lehetett kapcsolni a villanyokat, csak 8. napon... Milyen ironikus, hogy a 8. utas. 8. napon így kiégett az összes... Konyhában. De hát ott voltam és ott már megtelt. Hát ott röhögött ki a bohóc meg... Nem mondta meg. Ja, nem unta meg. Címe az, hogy Rake. Ó, ne is próbáld ki. Ne. Hogyha, mit tudom én, gyengébb az... Megkipróbáltam, most mondja. Ja, nemrég próbáltam ki. Én úgy értettem, úgy olvastam, hogy nem próbáltam. Nem is kell már pia. Lakatos ivó. Amúgy nézd meg, ez a Linda.
Várjál, mindjárt. Egy kis fullos vige. Ja, full, ugye? Ajha. Mikor lesz Dark Souls Live? Nem lesz Dark Souls Live, vahagy meg! Ivo! Ivo, kimegyek a Hildbe. Meglátod, veszek neked egy palack vizet. De amúgy először gondolkoztam, hogy Dark Souls Live, de hát az az egy halál egyfeles, az nálam... Hát az... az nem lenne. Nem lenne. Ez a konyha mi? Állj! Na várj, akkor ez az előbbi, ez mi volt itt? Mi van? Na most akkor ez a konyha? Itt fog rektelődni? Itt fog rektelni. Sőt, mert... valamit össze kell szedned, úgy hallottam. Van vázát? Csak angol hallottam, feliratot nem láttam. Hát itt a váza az... Nézd már! Gazdagéknál, telik rákra. Persze. De ki hagyta itt így ezt a Nem történik... semmi. Dark Souls 3 egy hulladék. Azt nem próbáltam ki. De körülbelül az első rész az úgy felkúrt, hogy itt csapkodtam live-ba. Egyet jobbra kölyök. Egyet jobbra? Ide? Nem, bara. Ja, hogy ez? De hát ez nem konyha. Ez csak ilyen... Fenék tudja. Ez csak ilyen skonzer. Nem írik ilyen úgy valami menüben, vagy valami, hogy mit mondott? Nem. Chat nincs rajta. Az a baj, én... Na, tudom mi a baj? Itt még irányító gombok sincsenek. Igen. Pedig mit tudom én, lenne itt egy ilyen tip betű. Azt hittem shift-tel kikapcsoltam a... Jó, hát akkor visszamegyünk abba a konyhába, ahol voltunk. Két konyhába, azért. Fuck it! Eltűnt a bohóc! Nincs ki megint a hűtőt. Ez a kurva nem adott kulcsot. Itt a konyha, mi van? Mi van negatív? Ebbe múltkor is belefutottam. Fogtam. Elment a macska, így elment. És utána még így kerestem mindent, és így a csávó így közbeszólt, de ilyen gúnyos hangra, hogy... Mivel játszott a macska a szőnyegen? Tudod, ez a tipikus hülye vagy? Mi megjöttek az UFO-k. Megjöttek a dzsingók. De itt van egy csomó hagyta, ami zárva van. 30 napos. Aha. Még a végén kijátsszuk. Nagyon berettem, mondjuk, de... attól félek én is. Jajjaj. Hogy ezt még ma kijátsszuk. Hasonló. Itt már voltunk. Ez az az ajtó, mindjárt Ajna. Jönnek a negatív kommentek. Dehogy jönnek, nem úgy van ez. LMG, erről van szó. Gyufa! Új Isten! Orgazm. És vége ennek a napnak is. When I woke last night, I thought I heard children laughing in the house. Linda was fast asleep, otherwise I'm sure she would have freaked out. Olyankor kell kiszólni, hogy éjszakás vagyok a kurva Isten faszát! Menjetek innen a ház elő! Már csak 10 nap elértük a... Na! Túl vagyunk a játék két harmadán. Hát... az is valami. Ez olyan, mint a Szent Kocs. Ez a Szent Kezdés. Mindig elindítom, mert különben rekt. Mit? Ja, de nincs kulcsunk, úgyhogy szaladgálunk egyet. Szerintem menj vissza ugyanoda, nagyon megint megszapasnod, vágod. Ugyanoda, onnan kikaptok a cuccot? Jajjaj. Zoli, rossz fele jöttem. A szalügy. Nem baj, itt a kis átjárunk. Nem. A másik. Lefele mentünk, ugye? Igen, lefele. Lefele, jó. Ez volt a konyha, és akkor erre mentünk. Nem ez volt az. Nem, ez volt az. És... Nem, ez. Faszt. Csak szerettem volna ez, hogy ez legyen. Mégis csak fönt. Ja, hát mondjuk ebben a házban el lehetne tévedni. Pakett. Basszus, holnap elő meg itt iszogatok közbe, meg néznek titeket, hogy fogok én reggel felkelni. Hát! Hallod, úgy, ahogy mi. Ismerős az érzés, kérlek szépen, csak engem nem fogott még meg a szonda, és hát kopogom le a fán. Hát viszont volt egy olyan, amikor beívtak szondára, és ott levert a félelem. Az a baj, hogy ide hiába jöttünk be. Meg kell próbálni. Ja, meg kell. Almát?
Egészséged. Hát akkor itt is hiába gyújtogatok, mert itt se lesz semmi. Linda Jingo! Hát kérlek szépen, én voltam, hogy felkeltem. Jó, mondjuk én szerencsés vagyok, mert engem, hogyha béké hagynak munkáján, akkor kicsit így ellazulhatok. Nem úgy, hogy érted, hanem hogy mit tudom én, alhatok egy órát, hogy valami telefon az úgyis felcsörög. Szóval ebből a szempontból én szerencsés vagyok. Viszont hát hajnali egykor elaludni és fél ötkor felkelni, az egy fájdalmas dolog. Mit, hogyha részeg lennél? Tudod, szóval így, ja. Milyen áll? De még az árnyék is hogy próbálkozik kivetítve? Nagyon? Yeah. Nagyon megszerették volna oldani, amúgy. És nem lett volna rossz koncepció, hogy mondjuk, mit tudom én, még két hónapot rászánnak. Na mondjuk ez egy indie játék, szóval pofámat befogom. Rám nézne, hallod? Azt hiszem, onnantól kezdve akkor sziasztok! Á, nem tehetik meg, vágod. Már túlságosan félelmetes lenne néhány játék, pedig vannak durvák. Hát, próbáltam, már durvák, amit nem jöttek ki. PT. Például a PT. A PT, úristen. Az egy loopos játék, ami végig kell loopolnod körülbelül, és mindig van valami beszaladós. Igen, így havernak pont volt egy PS4-e. Csak PS-re jött ki a jövetről. Nem, mert PSX. Ja, exkluzív. Úgy, egy havernak volt egy PS4, azt mondja, próbáljam ki. Kipróbálom, tudod, oda megyek a kis... Oda megyek egy kis nyitott ajtóhoz, és így megint a kinéz a szellem, ezt visszacsukja. Mondom, hogy mi a fő? Az a játék undorító. Na, besötétedett, úgyhogy útvonal gyújtó, melyik hozzá ötös gyújtós izé. Kim van a Doom 4 torrenten? Szerintem meg csak... Az lehet, hogy kín van, de biztos, hogy nincs hozzá crack. Fuck you. Na, húzunk ki, ne szedj... Perple. De tuti, hogy nincs hozzá crack. Ugyanezért nem jött ki torrentre a Far Cry, az új Tomb Raider, amit már megígértem valakinek, és azóta nem tartottam be. De csak a saját csatornámon? Itt nem ígértem semmit? Itt még szűz vagy. Itt még... Hát... Mondhatjuk. Ígérgetésből. Viszont Cinema, remélem nézed, mert most te jössz majd egy horrorral, ugyanis én most már vezetek egyel, kis csávó. Hát azért a kádot is megpróbálták szépen csinálni. A mosdó, az Jingo. Kodexes verzió. Hol láttad te ezt? Azt nem mondta, hogy enkoron fenn van már Doom 4. Nem kapott Denuvo-t? Éjfél van. Nem kapott Denuvo támogatást a Doom 4? Ha hülye vagyok, előbb kipróbálom, azt utána veszem meg. Színek. Majd megveszem. Hát, hogyha tetszik, akkor úgy, kalóz, geci. Na, úgy mint a Witcher-t, hogy izé. Egy kis kalóz. Psst, várjál csak. Valami morgott. Már megint kutya van itt. Az előző részben volt kutya. Nem, de nuvós! Jingo! Om, fú! Hallod, legyen vége a live-nak. Nem most, majd amikor végre lesz a live, tuti felnézek. Ez encore? Milyen kis hiteles kis gémes kút oldalak vagyunk. Le lehet törteni? Te kajak. Na jó, hát... Én csak úgy veszek játékot, hogyha előtte kipróbálhatom. Ezt mondta a csávó. Vagyis vissza kell menni. Oda, ahonnan elindultam. Én oda sem nézek fágot. Nekem muszáj, mert nem látok. Elfogyott a szarság. Aha. Basz. Kurva hamar fagy az elem. És az a durva, hogy nem ad másikat. De itt sincs. Teáskancsó Jingo. Ó, bazd meg. Zoli, én sem merek oda nézni, ebből feles lesz. Lassan is nyitotta. Eltűnt. Pirate Bay. Oh my god. Hát az, bazd meg, kár volt elbaszni a gyújtót, vagy a gyufát. Miért nem lehet egy öngyújtója ennek a faroknak? Morel bívás lesz. Morel bívás lesz. De hova vitte?
Na most neked az miért kellett? Linda! You asshole! Akkor néztem egy streamet. Linda, where are you? Linda, where are you? És így pont ott volt az ajtóban. És így tá! És így és így, fuck you Linda! Fuck you Linda! Azt hiszem mi vagyunk az első magyarok, akik így végig is játsszák. Mert azt hiszem B-Toolba rakta fel először pár New Drive-ot. Várjál, hallgatom a hangfalat. De milyen UFO hangok pár? Jó, ha... Közel vagyunk. Ajaj. Közel vagyunk. Lehet, hogy egy emelettel lejjebb van. Akkor ebből baj lesz. Lehet, ebből baj lesz. Ebből biztos vagyok. De itt se, ott se, amott se. Nem hagytam itt egy ufákat véletlenül. Nem hagytam egy ufákat. Fuck it. Szerintem ti is ugyanannyit látok amúgy, amennyit én. Szerintem egy-két ajtóra van maximum. De már nagyon közel vagy. Közben itt nézegettem a dzsingókat. I can hear the music box, but it isn't coming from the bedroom. Lentről. Somewhere downstairs. Ja, így. Van olyan, hogy így egy emelettel lejjebb szól, és akkor olyan, mint a mellettem lenne. Akkor olyan, akkor tudom rögtön, hogy izé alattam van. Rezeg valami a zsebembe, és nincs benne semmi. Majdnem megkérdeztem, mi a szar, aztán azt én csináltam. Amúgy túlva van, amikor gyújtok gyertyát, és itt a csaj árnyéka, és dölöngél. De nem jön elő, csak dölöngél. Valahonnan lentről. Szerintem itt lesz. Szerintem a... Körülbelül a srácra hol van alatt? Szerintem az alsó szinten. Aha. De ti is mire néztek, bazd meg? Fia, olyan, mint a szeme lenne. Szemgolyója. De tényleg. Aj, PLS! Az anyádat, Linda! Elválok! Ezt feleségül venni, az persze! Itt lesz, bazd meg! Fogadjunk, hogy itt lesz! És nem itt van. Nem látom. Nincs itt. Ha? Az se az, az is egy kancsó. Köcsök kancsó! Linda, 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 Linda! Hagyjál most már békén engem! Linda! Linda, hagyjál békén! Fuck you, Linda! Linda egy köcsög! Linda Rektel! Pa! Az mi van nyitva? Rekt New Drive! Ja, ez az irodalmi szoba. Amely itt a koponya G. De hogy... Nope. Nem tudom, túljöttél. Jöttel egy ajtót. Ja igen, mert itt van még... Jaj, ne a zeneszoba, ne! Fuck you, ebbe vagy négyszer be kellett mennem, hogy beregteljen. Na most már nagyon nem vagyunk, hát ennél lejjebb már csak a temetőbe lesz majd a... ravatal. De hát az majd az utolsó pálya. Na nesztek, spoiler! Meg se ír. Hát... Kicsit belenéztem, hogy mit, hogyan. Fuck it, Linda. Fuck it, Linda, man. PewDiePie-os. Fuck it, Linda! Ja, itt nem. Bazd meg, ebben nem mentünk be, mi? Mi van? Mi történt? Lindo! Jinga! Jinga, Linda! Nem itt bent szajtom. Ne bassza meg az Isten, hogy ott. Ne bassz meg, Linda, az úristenedet. Te ringettét, Linda. Bemenjünk! Töltsd meg a poharamat, Linda, mert ezt így nem bírjuk ám. Bazd meg, Linda! Megint a tévészoba, de miért csinálja ezt velem? Folyamatosan így... Ott van a... Hö?
Linda? Már megint? De Linda? Csicska vagy Linda? Ez most megijedésnek számított? Hát én már szomorúságot beszámolok. Hölgyeim és uraim, megijedésnek számoljuk. Kinyilváníthatjuk, hogy ez a játék annyira nem ijesztő. Ez igaz. De van benne egy kis szentimentalitás. Nagyon rávezetik az embert, hogy megpróbáljon ijesztő lenni. Ijesztőnek tűnjön a játék. Ez igazából olyan, mint a Paranormal Activity. Igen. Hogy minden nap új ijesztések vannak, és... Hát például... Pillanat emberkék, ezt lehagyjuk így. Kísérgetősbe? Ott van, izé cucc. Na hát akkor az első ijedés a gyerekek, mert megijedtem. Elsőre. De is hát egy kicsit megrázkodtam. Lachaim. Ezen pánika. Ez nem pálinka, mert üdítő. Ez erősnek erős, de kurva finom. Micsoda. Én csak az ízét éreztem. Bazd meg, likőrt vettem. Azért mondom, mert én csak az ízét éreztem. Likőröző Pál New Drive, na. Faszom. Na, bohóca. Jó van, mert... Testem felhevül. Na viszont, ha már bohóc belegtehetél, akkor adják kulcsot is valahova. Jézus teste. De ilyen szobrok mi a picsának ide? Könyörgöm. Hogy képzelik ezt? Kulcsot keressük, tesó. Kulcsi. Nem lehet, hogy ott van, ahonnan elhoztál ezt a vackot? Mert általában azt szabta visszarakni. Kulcsot annak a helyre, amit ellop. Azt mondod? Valahogy így szó, de nézzük meg előbb ebbe a szobába alaposabban. Jaj, azt kéne, hát, hogy... Megint hagyjuk azt. Ja, azt megint Jingo. Jó, úgyis erre jövünk vissza. Az otta. Ez rögött. Ettől ijedtünk meg. Ökömbőre. Lesz úgy Carmageddon rész is. Carmageddon. Várjatok! Cinema egyszer csinált egy ilyen videót, azt hiszem a Carmageddon Resurrection, vagy mi volt a neve? De még akkor ilyen nagyon béta fázisban volt, fehér volt a padló, amit az aszfalt, fehér volt minden, csak a kocsik voltak meg. Ez lehet... Ja nem, Carmageddon Reincarnation. Reincarnation, bocsánat, az angol kiértősöm, mert Jane. Viszont srácok, ha tetszik a live, akkor ezt a szobrot csapkodjátok talkon. Akkor kérek szépen egy megosztást mindenhova, jó? Hogy legyünk minél többen, és akkor egyre több videó lesz, és nekem is egyre több kedvem lesz ez az egészhez. Lehet, hogy egy kicsikét viccesebbek leszünk. Ja. Hát de szerintem így, ahogy Linda üvegtelődik, szerintem viccesebbek leszünk. Szóval... Mindenképpen. Fú, geci. Melegem lett hirtelen. Na várjál. Szóval akkor... Linda megvegte... Várj, hol találtuk meg először itt? Aha. A bohóc fenn. Itt nincs a bohóc. Nem, innen indultunk. Ugye? Lekapcsolom a... És mindjárt a bőf. Molnár Krisztiános bebaszós live, csak gameplay-je. És akkor ide nem jöttünk be. Itt voltunk, ugye? Volt. Igen, itt még ping, 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 itt szólt a Jingo. Ja, és itt át a másik. És itt a, eltűnt a bohóc, hogy rohadna meg. Nem jobbra fent volt? Igen, itt volt fent amúgy. A kurva nénikét, de nem hagyott itt nekem semmit. És cinderellás vacok. Cinderellás, mit csinálsz? Hát a táncoló csaj. Mi zenéje? Az a cinderellás vacakot se találtam itt meg. A tévénél volt a cinder... Ó, várjál. Akkor lehet, hogy az van, hogy... Az. Én ide dzsingázok, és megjelenne a tévébe Samara Morgan. De nincs itt az se. Végén csapess egy hókuszpókot. Csapatok ki neked most is. Ivónak a kívánságát teljesítettük. Nem lehet a... Csak egy Mickey Egeret. Hát... Na, mondjuk a fenti szomszéd úgyis fúrni szokott csapassat. Hol van a kibaszott? Na, bázd meg. Hol van a kibaszott, ez? Köszi, javítottál. Szívesen. Csapjátok talkon ezt is. Láttátok-e a kód és a BF előzetesét? Élőadást néztem a BF-nek a premieréről, és hát keveset mutattak, viszont... Ajha. Fuck it, mi ez?
Viszont ti a zene alatt a kurva ismerős volt, az a tü, ez szólt alatta. Én azt mondom, hogy az új kod az már most sűjesztő. Bent nincs, kapta bóc. Na, mint hogyha egy kulcs valahonnan lejlottam volna, nem? Bóc az nincs már. Szóval az új kod az már most nekem elkaszálva van. Szóval ez már megint ez a rahat kifisszal. Még azzal se fognak meggyőzni, hogy de hát, a kod 4-et megcsináljuk, ajándékba adjuk, új grafikával. A BF1-et meg kipróbáljuk. Megint kezdi. Nem unja. Pakolja, geci. Igyatok, fiúk, azt mondja. Nem erre. Elhalkul. Itt lesz. Vagy fent. Egyel fent. Nekem ne rektelgessél, Linda. Vagy meg akarok győződni. Ott van. Tudtam én, hogy ezt így kell. És így megnőne a fej. Linda. You are kis. False. Te kis hamis! Ó, köszönöm! Jinga vagy! Egyem a szívedet! Meg lesz jövőre új Need for Speed. Jaj, ezt olvastam, de hogy mi az Istennek? Na, köszönjük, Linda! Azt hittük, hogy valami eredetivel fogsz előállni. Nem? Nope. Szerintem még itt van Linda, és rektelni fog. Akkor ez az új Need for Speed is mekkora egy takony szar volt. És nem, én azt nem, mint a kodnál, ugyan Need for Speed-nél, hogy nem igaz, hogy nem tanulnak belőle, ilyen nincs. Lehet, hogy direkt basszák el, nem? Úgyis pénzt hoz meg ilyenek, és egyszer csak majd így... Fakit. Még egy ágy? Kúrószoba. Ja, ez ilyen, tényleg ez ilyen kúrószoba. Elemmel! Kaptál hozzá ingyen elemet, kúrószoba. I saw the scarecrow in the house last night too. Nem. Ez most jó lesz. Nem, ezt a fos nem. Én megszöltöm előre, rohadjak. Ne csinálj ki. Nem, minek? Madár ijesztő ide. Ó, fasz, mit csinálsz? Úristen. Hova töltesz ennyit? Gyenge szarlikőr. Gyenge szarlikőr, ezt így is kölgök tőle. Na nézd már, visszajött a kis balerínja. Úgy ígyük, hogy már csak az van. Underground 3-at a népnek. Pontosan! Meg Undercover 2-t. Nekem azt tetszett a legjobban. Az Underground után, persze. De ezt ő házban. Lent keresném amúgy először. Lent? Jaj. Azt mondod? Vagy ezt kint megnézném bár. Körbefussak kint? Jaj. Éjszaka lehet, még nincsen éjszaka. Hol vagy, Siam Jó? Láttad a Siam Jót, nem? Na. Amúgy onnan indultam a kocsitól. És nézzenek oda a fűbe, pont ott volt a kulcs, hogy kinyisd a nagy kaput. Hát persze. A csudimudiba. A csudimudiba, így van. Egy kobra. Kuló. Gyere le, pacra! Nem lesz olyan bimbót. Itt lesznek vagy 100 fiú. Úgy gyere! Már a bokorban is dzsingák vannak? Ajha, mondtam én. Úgykor kijöttem, azt a gárgolylokot repkedtek. Igen? Ja, geci! De nem bántottak, csak úgy repkedtek ott a izé, mert oda mentem aláik, így néztem, gyönyörködtem. Ja, ott vannak a gárgolyok. De eltűnt a madárijesztő. Ki gond? Valamint a bokor izé. Hát a madárijesztőt sákhoz belógott sunyiba. Kurva anyád madárijeszt! Hozd meg, nem áll! Ez jó lesz már. Nem lesz jó. A kurva életbe! Á, visszamész, hello. De... Most kezd rektelni, amit szerintem játék. Hozd meg, nem áll! Mondjuk a Burnout Paradise-sel rozga, mert igen, két billentyűzetet töltem szét miatta. De amúgy tényleg jó játék. Csak én voltam a balfasz. Igazából mindig bebasztam oda elném a köcsögöket, aztán mindig összetöltem. Meg hát már az A-osztály jogsinál már egy kicsit eldurult a helyzet, de végigvittem. Azt mondja, abból is jöhetne kettő mondjuk, volt már róla szó, hogy készül.
Meg jön az új Flatout is. Új Flatout. Ja, tudom, az Orange Deb is. A kettő mekkora fasza volt. A hármat meg átvették valami oroszok és szal lett. De tényleg így fogtad és így elindult a kocsi 200-al nulláról. És így konkrétan rekt. Az oroszok nem is várnak a tárgyat. És így 90 fokos kanyarnál első halál. Szóval fogta kirektet. Bocs a sípolásével nektek is hallatszott. Az új flat... De hát Flatoutról nem is hallottam hírt. Fallout DLC-ről hallottam. Kibaszott madárjesztőt, hova tud vándorolni? Egy madárjesztő, hova az anyjába tud vándorolni? Meg őrülsz. Vágjon a napkodba keresném. Adjál még tippeket persze! Azt mondja, a nappaliba keresni. Ha kifutna a modelljesztő a kertünkből, vág, én a nappaliba nézném meg először. Szerintem meg ha kifutna a modelljesztő a házamból, akkor nem mennék haza többet. Szóval... Éjfél van, most kezdődik. De nem kezdődik! Apu kezdődik. Madár dzsingőztő? Zoli, nem áll. Faszomat a madárjesztőbe is. Színe már az a te hibád, haver. Én most itt össze... pisálom magam miattad. Nincs ott az ablakban valahol? Nincs. Szerintem addig kint folyékolod. Flatout 4 lesz. De ez már normális fajta eredeti céggel. Remélem megint az Epic Games kapja meg. Azok annyira jó Flatoutot csináltak, ez az 1-2, ez annyira jó volt. Főleg azok a kis izék. Tudom, mikor lehetett kilövöldözni a kocsiból és akkor pókeresztél az emberkével meg. Tehát, te vágod Flatoutot? Uh-huh. Dugó valahol is ivó... Ivó játékoztunk azzal is. Vett egy üveg pezsgőt, azt mondja, az iszik, aki nyer. És így folyamat nyertem, és így már ott üvöltött, meg kárnyokodott, hogy persze vettem neked egy pezsgőt. Hát én nagyon sokat játszottam vele, azt tudom, mert... Nekem az nagy buli volt, kilőhetem a faszit, azt így összetacson a betonon. Így... Anulu szoba. Nincs az asztalon véletlenül, és semmi. Az egy kiugna, bing! Egy kis bohóc megint! Na mi van, madárjesztő fasz? Elmész az apádnak a faszára! Nem érdekel, majd utolél. Majd mindjárt fasziken kell mondja, hogy mit akar csináltatni. Mintha nem láttam volna azt a madárjesztőt ott kint. Így fog rektelni. Az, hogy madárjesztő lehet, hogy olyan Slender érzetem van. Vagy inkább ilyen PL-es érzetem van. Madár Slender? Madár Slendesztő. Madárirektő. Rektelő madárjesztő. Lemerülő elemfaszú. Prince of Persia-ból is jöhetne új rész. Nem tudom. Warrior Within azt tetszett mondjuk. Meg a... Ja, hát az új is a Forgotten Sands. Forgotten Sands. Nem is a régi Prince of Persia-k, amikor ilyen oldalnézetes volt a szívecskékkel. Még Nintendo-n te jó isten sárga kazettás faszú. Hát a legnagyobb tereket keresem, de sehol egy madárjesztő. Zoli, én nem megyek ki. Simán, szerintem ki kell szerintem is rohadtul ki kell menni, rohadjon meg. Kibaszott kurva man... Bazd meg, az anyád, picsá! De miért? Szoszi, ő is megmondta. Menjetek ki helyettem, kapcsolódjatok, kinek be, azt gyertek ki helyettem. Zoli már felkészült. Én már egy baszódok így helyettem. Menjek ki, a ház körül van valaki! A legjobb. Szerintem ez az ember folyamat pálinkázik. Szerintem vágd ilyen suicid valami kis geci. Ja, ilyen suicide fuck. Picit faszul.
Wow, ne picsálj, asszod te a faszomat! De hogy ez a sunnyogott, geci? Ez ki volt? Hát szerintem a barátunk. De ne... Bazd meg az apát faszát. L'chaim. Egészség. Geci. Ne üdj! Nom-nom! Kemény faszúak vagyunk. Amire faszúba. Mi mögötted van? Nem akarom. Elfutok haza. Nem akarom itt látni. Most akkor. Fandum is beszalt. Én már nem szarok be tőle. Én már immunis vagyok rá. A fasz vagyok rá immunis. Azt a rohadt. Slendős volt. Hát ez elég jó. More, ez itt van. More, de baszik előjönni, érted? Meg... Most harmadikra, mindig harmadikra. Itt vagy? Nincs itt. Hol az anyádba vagy? Köcsög gyerek. Visszamász a helyére. Nézes az állad. Nincs. Akkor bement. Vagy meg. Hogy a picsába képzelődj, oda jön mögém. És ráadásul... Nem is él. Linda, be van öltözve. Semmim nincs, bassza meg. Hogy lehet valaki... Az van még. Szerintem visszacsolni. Fuck it, geci. Oh man. De miért nem a VR játszik ezzel? Hát, ez nem VR, nem. Szerintem a kis nyúl szíve az megbaszolta tőle. Ez a takony madár ijesztő, ez miért nem tűnt el és adott kulcsot? Ott volt egy csávó kint a táborba, ahol mentünk. Hát vágod le, én már nem mertem oda nézni, megmondom. De viszont én nem ittam meg az összeset. Hú, geci! Az a baj, hogy van neki valami tömény dzsungája. Dzsingája? Tömény dzsingája és Próbáljunk balra elmenni. Hát a balra kellett volna. A balra nem lehet elmenni? Madár ijesztő faszú. De miért kell itt velem szlendőrözni? A rohadt geci, mondtam, hogy szlendőr érzetem van és el lehet arra menni. És itt volt az a rohadék, itt volt. Beszarok. Hát ilyen nem volt, hát... Fuck yeah. De kis sunyi alatt áttekintek és nincs ott senki. Most már van? Nincs. Megint nem volt ott. Lófas se volt ott. Az előbb volt, de... Jaj, hagyjad már magad, úgyse vagy itt. És így elém vágni, hogy tesó, van egy cigid. Mi van már? Nincs itt senki, ne ijedezzél, semmi baj nem lesz itt. Talán most. Se. Hát akkor hol az anyjában van? Azt kell jönni fél tőled. Ja, fél tőlem. Ott. Semmi. Nincs olyan kulcs. Blöööö. Szak. Anyar el. Hát, nem lehet arra elmenni? De nincs ott semmi. Az csak egy szikla, az jó napot. Onnan meg nem menekülsz. Most ezt meg is akar ölni, vagy csak úgy... Fuck it! Mondtam, hogy arra kell, menjünk még arra, hátra. De a játék kegyelmes volt hozzám. Vahat ke... Sehol! Sehol senki! Hát, itt ennyi volt a pálya, szóval. Én most itt rohangálok kín, de... Most megváltoztak a fény... viszonyok, vagy mi történt itt hirtelen? Hát ez az, hogy a faszé nem jön elő, ez így van. Fuck you. Nem te rezgeted amúgy a bokhoz vágod. Hogy a picsája! Ott volt a pofámba, geci. Azt a kurva. Nőtt a tét, hallod?
Hány napot játszottunk idáig? Na, mint így kettőt, hármat? Most így. Azt a kurva, és már megint ihatok, hallod? Ez a madárijesztő, ez kétszer megszopatott már ma. Tényleg csak ennyit, hogy egész bele tudjuk nyelni. Te is kész? Egy jó cigit majd. Ja. Gyerekek, megcsináljuk ezt a napot, aztán csapatunk egy cigi szünetet. Nem áll. Szívnek jót tesz. A baszott túl jót tesz. Nem hisz, szerintem a modellyesztő helyen lesz egy kulcs, aztán... Modellyesztő helyen lesz a kulcs, de... I've got the feeling this GoPro isn't standing in the same spot anymore. Anulú! Drogyjak meg, van egy ilyen hatodik érzék. Ja, de várj, meg se ittuk. Bocsássatok, meg srácok, ijesztése inni kell. Áhá! És ott lesz a kulcs megint. És de a tasó még szerintem nem ment el. Nincs ott a madárijesztő, hallod? Nincs ott az a szalházi. Ja, akkor egy ilyen Freddy Krüger-es vág. Hát ja, ez ilyen... Ja, nem úgy... Hát de tényleg. Rémálom a Hajnal utcában. Nem, igazából izét mondják a rossz PC játékokat. És teljesen igazuk van, csak ott izé... Volt az a játék, hogy csalt a Mortir. És akkor a Tivó játékozott, és annyira csalt a játék, és így be volt rúgva, meg minden szóval. Na srácok, ha nem bánjátok, akkor 5 perc szünetet kérünk. Addig is kirakom, hogy pillanat. Megszavazva. Szöveg, így né. Srácok, nem sokára jövünk, tényleg, addig megbeszéljük a taktikát. Kurva anyját, geci. Hogy lehet ilyen paraszt egy játék? De azt fel kell vennem a bunda G-t. Hát én meg nem láttam ettől a játéktől. Most kinyitod az ajtót, ott van. Csak közös ki.
érzed? Hát, hát csak én vagyok ilyen punci. Én nem tudom, de lényeg az, hogy visszajöttem. Most elment minden néző. Ne, nem ment el senki, dzsingá! Na, jó ét, Fandum. Neked jó ét. Jó műszakot holnapra. Ja, jó műszakot, meg minden. Nekünk meg... Nekünk meg akkor... Jó éjszakát. Meg a madárjesztő, meg a kempó, meg a pampam kóbász, meg a bohóc. Keressük meg a tasókat. Várj, kaptunk egy kulcsit. Jajjaj, be kéne próbálni. Szerintem emelet. Emelet G. Hát azért itt körülnézek. Milyen hangom van már? Pedig még be se vagyok rúgva. Ennyitől még nem. Nem a Kálmán vagyok. Na, alakul ez a dzsingó. Szarakodok én vele? Már átfog mint. De ezt kell kinyitni? Ajaj. Na fasz meg a próba bábus, kurva isten. Miért csinálja? Egyszer ott lesz a feje, aztán a kurva anyja. Egyiknek hirtelen feje nő. Nem nő senkinek feje, jó? Ne is próbálj... Várj, figyeld! Próbabábú... Fej, meg lehajtott csaj. Miért? A kus... Paket. Nincs itt valami... És nem adott semmi gyufát, elemet, semmi, csak bemehettem ide. Anyád... Linda nem bírja tovább. Nem indult be az autó. Persze. Rohadt autó. Ment lábbal a szarból is. Jaj, tényleg azt elfelejtettem megnézni. 22. nap, 4. napot dalcsoknak. Ez nem feltöltődik. Csak egy sík. Az is valami érted. Nem szarakodik itt velünk. Ektoplaz. Az autó lesz most. És onnan hova menekülünk? Hát faszom. Félek. Na jó, nem. Csak... Fuck it. Szerintem ebbű hajtó lesz, Murek. Ebbű Mónika show lesz. Ne siázzál meg, te meg ne halljál meg. Siessetek, mert unatkozok. Hát ezek szerint Ivo azért még itt van velünk. Ivo van velünk, ami és... Ami egy jó pont. Ivo legközelebb neked, ez egy jó pont lesz. Ja, de tényleg Ivo, te aztán tényleg egy nagy dzsingó vagy velünk. Még az is lehet, hogy kapsz valamit. Ah, egy Dark Souls live-ot. Na, az sem, amely nincs fent. Uram, én megnézném azt az autót. Nem nézzük meg az autón. Nem akarok autót nézni. Lát? Ivo, hogy életjelet magadról. Ivo, mondd már meg a Zolinak, hogy nem akarok autót nézni. De meg ne harangozzál, hagyja engem békén te is. Faszom az. Esik, mintha nem mindenre megszerzik. Már megint esik. Mi ez, Max Payne 2? Tűzlik, mint Dánia. Mi a szarazott szikla? Arrébb ment az autó, jól látom? Nem, itt volt végig. Ma megint itt vagy, te pölcs! A kurva életbe! Megint itt ez a szar. Hallod? És figyeld, a tábla faszán ki van dolgozva. Figyeld, faszán ki van dolgozva a tábla. Az a kurva anyád, az madár ijesztő fasz. Tényleg ott van még a helyén. Megyünk, megnézzük, jó voltat. Menjél már! Jó egyébként, lassan 10 perce itt a gyonatkozik. Nem nézek hátra, nem érdekelsz. Tasó megint az csinálj, éve. Amit akarsz, te faszkalap, anyád. Tasó azért abba. Megint. Nem akarok. Bazd meg, nincs a helyén, a rohadt kiba. Azért még játszik velünk egy kicsit a barátocskánk. Cinema, ha nem csinálsz félelmetesebb horrort, én úgy valakba rúglak. Vagy legalább egy kiadósat. Egy ilyen kiadós dzsingót legalább. Na, itt a bohóc. Milyen bohóc? Miről beszélek én már? Van veled? Azt a... Kobra. Gyere le pacra! Gyere le pacra, itt lesznek de 100 de téged is kifestett le ilyen arca. Moralíza. Miért csinálod ezt? Motaliza. Bekapcsolt a tévé? Ógosú. Mi a fasz? Azt kigyújtotta meg? Ezt még legyújtottad meg. Mikor? Még pár epizóddal ezelőtt. Hát de minden nap kialszik a gyertya. Óha! Ez a gyertya akkor biztos. De nem áll. Szene? De akkor is főgyulladt. Nem baj. Én már... Zeneszoba. Nem akarok zeneszobát se, bazd meg.
kurva bohóc röhögjé, halljuk. Nem röhög a bohóc se. Ez már... Júj. Linda, miért csinálod ezt? Legalább volnád be. Ne a hátam mögött rekteljé. Ott leszünk vagy 100 fiú. Nem tudom, rossz gruppe. De ezt is kifestette így le. Morelbű kocsi lesz. Ahelyett, hogy... Zárva van. Ahelyett, hogy vestett volna oda leveleket. De szép. De nem. Hol a zeneszobor? Neki téli fát kellett le a... Hogy fénylenek a... Kanapék. Majdnem fotelt mondtam. Na most megnézem. Ez mi az a foszforeszkálós szutyok? Na nem, nem, nem. Szia. Én ki nem nézek oda. Na most mi... Most what the fuck is that man, man the fuck. De nem, az a zongorázni se lehet. Állító respektor. Olyan életkedvem van most azért. Na mindjárt jó leszek, aztán lemegyünk pacra. Na én meglesző baszol kuló. Meglesző kulóval, jujuj. Kobra, kobra kutyám vagy, azt látnod kell. Live után. Waf, waf. De még kell nekem... Ájjjjjj. Madárijesztő. Telihold meg minden. Telihold is van, madárijesztő is van, kempó is van, pampam kóbász, topó pizza. Milyen nézd meg azt a jó kis verdát. Milyen jó verdát, hogy néz az ki? Úgy néz ki, mint valami Lada Niva. Hát mondjuk az jófajta kocsi, mondjuk azért. Az átmegy a szaven is. Azt hittem a bohóc eltűnt, az kiderült, hogy nem is azon az emeleten vagyok. De fuck itt van. Ja, meg sakkoztam a szellem. Nem tudom, még az egy pillanat szöveg, azt mondja az Ivo barátunk. Ja? Ó, basszus, igaza van. Köszi, Ivo. Köszi. Mester vagy, Ivo. Amatőrök vagyunk, Ivo. Nem, full effe. Jó, hát pánikázó pányúdáj van, ami likőhöző lett, de... Nézd nekünk, én már... Na, az. Meg is ijedtem. Hild udvar flash. Ja, de tényleg, Hild udvar flash sem van. Hát mindjárt elmegyek oda. Na jó, hazudtam, mert megy innen a tököm oda. Ottali? Írná az Ivo, azt tud lemenne, mi meg így vígon eljátszogatunk, semmi nem történik. Azért az unokahúgot láttam, hogy azért kamázza a társaságunkat vágott. Szandra? Ja, ma találkoztam vele. Igen. Ott ült a padon. Mentünk a küszök, azt ott ült a padon. Ajha. Ezt így már megint is szakadom, még mindig. Ne aggódjál. Én mindig, hát persze. Aj, kijött belőlem a sör flash is. Morelbű csak kocsi lesz. Mondjuk lehet ez a... Nem akarok kocsit, nem a fucking kocsi. Talicskát hozzatok ide. Nem akarok kocsit. És komolyan ki kell mennem a... Bazd meg. Jó, van a fuck, mi? Essünk túl rajta, egye fene. Menjünk ki a kocsihoz. Hol vagyok? Basszus, ott kell innen kimenni. Legalább már 24-szer mentél ez. Szerintem még többször is, ha úgy vesszük. Végül is, ja, egy nap szó többször. Egy nap szó többször. Egy nap szó többször. Jó van, nem jön. Nem lesz olyan, mint volt. Nem lesz olyan, mint. De most de tényleg hol kell itt kimenni? Egy sör lesz. Ja, ember Ivo, egye fene, úgyse iszol. Vagy iszol te valamit, Ivo? Ivo az néha iszik. Iszol néha? Bármennyire tagadja, ő valamikor iszik. Hallottam, azért belették köpte, tesó. Ja, hát akkor... Akkor kapsz egy sört minimum. Hát innen hallom a madárijesztőt, hogy szalakszik. Aha, vá. Az ijeszt is nem élem. Hát de nincs itt a kod... Menjek a kocsihoz, mi? A kurva istened. Legalább megadta a tippet, figyelj, hogy Azt fele jársz. Hát, még jó, hogy nem te vagy a tippelem. Szóval, mintha a kocsidal lenne valami. Csapat. Nem fordulok meg. Na jó, megfordulok. De nincs itt. Na de lehet, hogy benne lesz a tévészobában, hallod? Le van üve, issza a sört, azt nézi a tévét. Mászik az is a tévéből, mindenki a tévéből. Csak az a kérdés, hallod, hogy fönt vagy lenn van a tévészoba? Szerintem fönt. Fönt? Habár én vagyok a rossz. Nem, mert lent! Lent, mert a tófelsz... Én vagyok a rossz tipper. Tófelsz szobánál kell átkelni. Ez a tófelsz... Józsa-rózsa-ró. Ez a tófelsz szoba. Ott a bohóc. Vahaha. Akkor csak pipi.
Mi van a... Csak aranyászokat iszok. Szóval nézzünk körül a Jingo szobába, és mi? Kapcsoljon be tele Mázlit. TV nem működik. Nem, de ez föl lett kapcsolódva. Ha? Na? A faszomat. De nincs itt semmi. Ha? Van valami, geci? Nincs. Most kapcsoljon be a tévét. Ahogy megnyomtam a távirányítót, azt hiszem akkor kapcsolódott fel. Na most nem, nyissam ki a szekrényt, az kiugrik a... Na most mi... Rumli bátya, próbálj meg villanykapcsolót másnak. Csak a anyászokat iszok. Meg házi sört. Házi sör? Hát így jól értek ívó, basszus. Próbálj meg odabaszódni az ablakhoz, hát. Nem akarok odabaszódni az ablakhoz. Nincs az ablakban semmi. A faszomat nincs valamit. De nem látok lófas se. Ott hello. Sincs semmi. Jó, mondjuk így azt a kulcs... Nincs egy kulcs a földön, vagy valami? De tényleg az... Ott volt a madárjesztő az ablakba. Aha. Vadék! Biztosan. Házi pálinka. Mindenki is a ivó. Na, először körülnézzük a tévészobába. Itt nem adott semmi kulcsot. Most van a tévét. Kocsit. Nincs kocsi, meghalt, vége van, kész vége mindennek. Nem fogsz te engem bevinni a rosszba. De könyörgöm már, rohadt életbe, se elem, se gyufa. Oh man. Használgad, hogy leesett két levél is. Az Elkviszről. Hát a töpö, löpeti pö. Ki van világít az utat, tesó? Aranyos, nagyon aranyos. Oh, Jingo, jól van a kis drár, oda is jól van. Hát ezt rohadtul fogom kamár. Ott itt egy árnyék volt, he. Valaki játssza vissza és nézze meg. Csak ki kell menni a rohadt anyádat. De hogy vágnám ketté a... Ja, ez nem is a kinti ajtó. Jó, egyértelművé tette nekem, hogy ide kéne bejönni, és arra menjek. Linda, te egy igazi... Császár G vagy. Pöcköljön meg a pucolódat. Arra, megyek Linda, megyek! Úgy az ágyban fekszik, majd is szépen. És kérdő, juhú, itt vagyok! Nem erre, Linda, nem erre. Linda? De... No. Linda, tesó! Mi tesó? Ez föl se kapcsolta. Oh, hülye fasz! Tatarará! Pa-p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 a! Megvan a kulcsot, tesó! Várj, akkor nem is ide. Löpeti pő! Hát de ide se. Nem. Igaz. Itt mi a dzsinga van? Óóó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 
viszont... Ja, itt meg ajtó sincs. Meg nem is adott elemet a kis ganyi. Majd fog. Az ajtó zárva. Kulcsot, barátom. De hát azt majd ő adja, mert Linda rendes. Barátom. Várj, itt fönn azt hiszem nem volt. Nem kapcsolódik vele a lámpa, kiégette az a kurva. De te súsz, kúr. Halló, kúrvossz, látod nem fekszik ott. Halló. 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 De jó, már megint nincsen lemerült a... De milyen hamar visszatöltődött? Paket. Na, faszom a... Linda PLS. Köcsög ajtó, please. Van, kipörgetjük még ezt. 4 órás live. A végül is... Csináljuk úgy, gyerekek, hogy amíg van pálinka, addig dzsingázunk? Mármint így... Van. Toljuk. Hát még van bőven. Már akkor
ezután a nap után csinálok még egy olyan 5 perc szünetet, hogy nem megyünk ki, hanem megpróbálom beszervezni Skype-on a Krisztiánt, hát ha már megérkezett hozzánk. Krisz Csingó, hát éjfélkor érkezni? Valóban volt, hogy átbeszélgettük az egész hajnalt, szóval. De várjunk már, most ez melyik szoba? Sakszoba. De nekem itt semmi keresni valóm. Szerintem lent. Lent mindenki van nyitva, azt hiszem. Zajuk van akkor. Várja, azt hiszem nincs. Itt egy ajtó, mint hogyha fuck it. Az nem ez. Egy rekosztosabb a hűtő. Lehet. Neki is enni kell valamit, érted? Szóval. Ja, persze, csak akkor legalább most... Köskös! Na jó, nézzünk körül. Ott az elem. Orgazmus G. Jó, nem használjuk el. Neither of us slept last night. The noises in the house kept getting worse. Hát ezzel sajnos nem lettünk előrébb. Semmi? Nem árult el semmit a 23. napról. Tudod? Nem árult el semmi olyat, hogy láttam a bohócot venni a fuck szá. Még mindig a madárijesztő dzsingó lesz, azért lecsekkolni. Hagyd a madárijesztőt a francba, jó helyen van, nem kell nekünk madárijesztő. Ez a madárijesztő fét is. Ó, te jó isten, gyerekek, mi a franc? Igen. Madárijesztő faszú. Közben megnézem a Skype-ot, ha nem bánjátok, és... Yuki, ki ez? Kik vesznek fel engem? Na, ennyi volt, gyerekek, nem volt fel senki. Na, szerintem én lépek, ennyi, hulla vagyok. Szia, Ivo! Szia, Ivo, jó éjszakát! Vigyázzunk magunkra, és iszunk. Már hogyha a madárijesztő és Linda is úgy akarja. Az a baj, hogy amíg le nem megy a nap, addig szinte nem történik semmi. Meg megint körbefuthatom a házat, azt mondja. De itt nekem semmi dolgom. De megint visszazavart a tévészobából. Ott van. Visszament a madárijesztő a picsája el. Ott a madár dzsingó. Szerintem oda kell menni. Dehogy kell oda menni, hagyjál meg. Tényleg becsekkolnám azért. Egy pillanat, Skype itt takarja a chatet. Ha? Na most jó. Ennyi. Szemét Skype. Mi van? Hát neked is Ivo, és aludjál jól. Ja. Ivo álmait legyenek. Álmodjál Estus pleszkekkel. Csak az Estus. Csak az Estus. Focis Estus. De én még kinézni is szar. Csak azért, mert... De várj, nem is ide! Nem ezt nyitottuk ki. Nem. Ha megint árnyék volt ott? Linda! Fent volt... Nem. De! Lent volt. Lent nyitották ki most egyet. Anuló, de úgyhogy nem a csúcson voltunk fent? Nem tudom, szájmagod. Megütött a pálesz. De nem. Nézd már meg megint, ez mit csinál itt? Aha, ide kell jönni. Na halljuk, Bohi. Így áll csak nyugodtan. De az a baj, hogy nekem is kell, mert megijedtél, bozd meg. De megugrottál, ne idegesíts. Mi ugrottál meg? Én is megugrottam, srácok. Mindenki, aki néz. Hányan néznek, amúgy lehet nézni? A YouTube szerint 4-en, de amúgy meg a franc tudja. Így megtekintés volt. Nem, annyian vannak most, akik néznek. Állítólag, de van olyan is, amikor így állítólag jön 150 komment, és akkor ketten néznek, de akkor jött 150 komment. Egészség, gyerekek, a bohóca, rohadjon meg. Mindjárt rám fordul. Ne nyomkodjad! Vegyél magadnak! Ne nyomkodjad, össze kellek. Ja, össze kellek. Ó, gyerekek. Rezonál az agyam, faszi. Rezonáló faszi. Ez komplex.
Nincs bohóc. Megdugták. Tízkézablak. Nincs bohóc! Tényleg nincs bohóc! Én mondtam, baszok. De nincs fakics. Nincs a fakics. Bebagolt a madárijesztő. Azt a kurva anyádat! Hallod, nem mertem összevezzenni se. Megbénultam, ittunk genya. Ittunk, előre maradjunk annyiba. Előre ittunk a medzőből. Szabályokat be kell tartani. A rohadt életbe, te jó Isten! Ez a játék fog engem detoxba küldeni. Másfél órája szarakszik velem ez a szemét. Hogy az érzés? Esztusz. Tényleg esztusz. Az elmeállapotunkat küldi fel. Ja, fölküldi. Lehet, megisszuk azt, hogy kicsingázódik az egész kékre. Tényleg úgy ment le, erre kíváncsi vagyok. Meg nem ittam meg mindent, mert igazából annyit töltöttél nekem, hogy azt a kurva. Le akarsz itatni és megdugni. Rájöttem én mindenre, amire tudok. Basz, lebuktam. Ú, gyerekek, ebből hónap milyen faszadó igazolás aláírás lesz. Mi baj lesz? Adócsaló manók. Itt egy küsdalmata. Bakker, tudtam volna, hogy ez ilyen kis dzsinga. Köszönjétek a fitmafejű plüsdalmatának. Fitmafejű plüsdalmatán, ja. Aranyos, nem? Felünk van tesó, ő bassza madárjesztőt. Ja, és még szája sincs. Rendesen! De várjál már! Most ez a szarházi ugye megijesztett? Jaja. Hova tűnt innen a kirincs? Itt van. Elment Boré. Adjál már kulcsot, te geci! Áááá, még nincs vége. Azt hitted. De mit keresett az ablakban már megki? Kikő menni? Nem kő ki, de az meg lehet kikő menni, tényleg. Hallod, rég láttam gyufát. Mi történik ebben a játékban? Mindig részegebb vagy, annál gyakrabban hallgatsz. Minél részegebb vagyok, annál több szőlelő ez a köcsög. De tényleg a mondom. Az ki van. Püdös szemét, rohadt, aljas, strici, vendel állat. Stigó. De most, na jó gyerekek, a saját szememmel fogok hajatkozni, ami már elég nehéz lesz egy idő után. Ki akarok jutni innen a picsába? Kint vagy bent, jó. Anyáztam a hűröz valaki, geci rend, és azt hittem. Ne idegesítsél fő. Nem ültött senki. Két biztos vagy benne? Esküdjek, jó. Az én megnéztem, hátra iszunk. Esküdjél meg! Batfaszú. Micsoda? Matfaszú. Batfaszú. Pixen Pau. Nem mindig azt hiszem, hogy távirány... Az egy kulcs az asztal? Nem, de én is azt hiszem rá mindig, amúgy távirányító. Rohadt vándorbohóc. Vándorcirkusz. Na most ez hogy van, vagy ki az anyád vagy? Úgy berúgnék, hogy így live után. Köszönjük szépen, meg minden is, te is. Sziasztok, te is, sziasztok. Te ki vagy? De most... Miért kell nekem? Aha. Ne bazd meg, hogy ez még mindig mozog. Valaki szedje már ki abból a kurva madárjesztőből az elemet, ne idegesik csépőt. Duracell madárjesztő. De az ide fingik az átszobát. Bocs, messze volt az ablak. Tényleg kiszoktam. Hallod? Nem hallom, hogy jönne. Még. Jajajaj. Miért barátunk, majd csak. De várja, melyik ablaknál volt ez? Itt. Itt? De én nem mennék a pokorokba. Én mennék az úton. Hát de hogyha itt ijesztett, nem várja, valami hulladék ablakhoz kell menni, ami. Már se tudom, mit mondok. Te nagyon rossz helyen jársz, barátunk. Valahol itt volt. Itt volt, igen, itt volt, pont itt volt. Nem. Vagy a következőnél, farakás volt ott. Itt volt, igen, farakás mellett.
Ez volt az a szoba. Igen, ez volt az. A rakás mellett volt, emlékszem. De baszki, ott van valami az asztalon. Nem, ez a tévészoba. Ott a tévé is. De a tévészobában volt, nem? Nézd meg, hogy itt van. Kurva anyját. Nincs ott megint? De meg megint nincs itt. De miért... Miért kell ezt csinálni? És még ide se rakja nekem a... Mi az, a felgyulladt a világító torony? A... Ott itt álnyék, az második villám nop álnyék. Látom. És a forradzó játék. De mi? Vaj! Várunk porco a perke. Milyen művelt vagyok? Azt a kurva. Francia van, minden faszom. Ez francia volt? Na, ez így miért van itt? Na mindegy, itt sincs semmi. Lehet, hogy akkor mégse ide kellett jönnöm, de akkor... Ájj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 j
És ott lesz a lányhez. Szerintem csak szórakozni fog, és így dölöngéni fognak ezek az öltöző szarok. De amúgy tudom, hova kell menni. Ugye, hogy mondtam, emlékszel? Mondtam, hogy ott lesz valami. Engedjél már be! Be se akar menni. Már be se akar menni a bábum, hallod? Nem, még nem. Még aranyos vagyok. Jót érzek. Ja, jót érzek. Most, hogy így... Mennyi van még? Anyád már több, mint felét lezúztuk. Tényleg ütő ez a szar. Ja, mondtam. Nem, de az. Hát, ez nem az öltöző faszú. Ez emeletem van az öltözőket. Viszont Lindát rég láttam. Lindát én még nem is láttam. Ugye? Csak a bohócok meg van elijesztünk. A sóban. Ó, bazd meg, megjöttünk. Igen. Te ezek jön... Anyádat azt! Húzzatok innen a picsába! Ó, anyádat azt! Az! Mi ez a dzsinga? Eljött közelebb, mi a geci? Hagyjatok már békibe! Kimehettek itt? És mindegyik rám néz így is, úgy is. Várjatok már! Ide jövök? Az nem nézem. Na is igen, gyerekek, most... What? Mi legyen, haver? De most akkor what? Elállták még az ajtót is! Engedjél már ki! Ská... köszönöm! Viszont az előbb beszaltunk. Francba! Ideig ez jó poénnak tűnt amúgy, de most ez olyan, mint amikor podcastben mesélték, hogy ők ittak. Amit az egyik... Na hát ez mi? Az igen! Kis teheted! Jó! Podcastbe ittak, és na, akkor hát kitalálták, hogy snookerezni fognak, és akkor 25-ös breakenként fognak inni, csak hát snooker világbajnokságon elég gyakran van 25-ös igen. Break, és utána már ott nézték így a tévét, hogy ne lőjön már 25-ös breaket ez a nyomorék. Igen, ne! Mi van már utószak... Egészség! Ivo, ha itt lenni, mondanám azt, hogy lenne olyan poénom, hogy Ivo játékozunk. Játszunk Ivo-val. Kívánság, szatyor, mindal. Van egy kulcsom. Van egy kulcsom, igen. Én a legalsóban lesz. Kappatok fletszet, Mikulácia. Mikulácia. Ezt mondja benne, beszalsz. Sírni fogsz, geci? Én már olyan boldog vagy. De mi a fasz? Te az mit csinál itt? Menjél vissza a helyed. Ide csalt a gecibe. Murray, mi baj lesz? Oké, őrizzük. Hallod, már ezek bántolnak. Figyelj, már minden van. Ott is van. Azt. Mi a fasz? Oké, őrizzük meg a cold bloodunkat. Nem? Cold blood, hidegvér. Megfogom, kitámasztom a billentyűzet, kihajtó dzsingót. Na akkor... Ez beteg volt, ez kurva beteg volt. Ez most hallott, kemény faszúak vagyunk, kinyissuk.
Az ide is kell bemenni. Ami annyit... Na végre gyufa! Hát már mikor láttam gyufát ebben a játékban? Már vizé, 1 óra 44 perce szinte nem láttam gyufát. Ez meg egy kulcs. Tökéletes... És nincs elem. Igen, ott egy papír, és... De van elem. Gyerekek, ez annyira messia. Linda suffered a nervous breakdown. I have to get her out of here, no matter how. We've got to get out. Hívjatok a palihol egy taxit. Most kell majd a sziklákhoz, rohadjak meg. Nem kell a sziklákhoz menni, hagyja a sziklákkal. Tudod mi? Az miért van ott a ravatalozó? Én mondtam. Nem kell oda menni. Táncoljál. Azért jöttünk meg, mert nem volt szent indítás. Ja tényleg, nem volt szent indítás. Na majd most, most gyere te madár faszú. A nökkén faszú. Hallod, rendes már viszket a szemem. Meg kell vakarni. Cinema, te is csak elmész aludni, nem? Hogy ide jönnél live-úni velünk? Egyem a kis szívedet. Maradjuk annyi. Majdnem azt mondtam, hogy a pucoló, de csak az egy kicsit csak az egy kicsit félérthető lett volna. Na már megint itt vagy te, szégyentelen. Szégyentelen, mindig itt üdögél. Egy forintot nem adol a gyerekeidnek! És azt mondja, hogy földre a gecibe. De ezek, szerint ez jó hangerő, mert még egyik szomszéd se jött át dörömbőre, hogy az anyádat. Játszottak? Nem, egyszer se. Azért mondom. Te ez a söprű itt volt? Én már söprűbe se hiszek, hallod? Én már gondolom, az mindjárt a kenyér elvágja a nyakamat. Elszeretel a kenyér. Valóban löves ezt meg téged. De ez a szoba meg nem is ismer. Ja, ez a tévészob. Világosban még sose láttam. De durva. Történt valami. Mindig akkor csönget egyébként az valami, amikor történik valami. Jaj, Cobra Jinga. Kuló. Nem, amúgy a csöngetés az az, hogy egészre jött az óra. Múltkor megfigyeltem. Vagy megy az óra. Az a durva, hogy azt hiszem hajnali 4 vagy 5 körül meg is áll. Uh-huh. Gyerekek, hányadik nap járunk? 24? Sacra. És 25? Miért menjek már megint ki? Mindig kizavasz. Mindig ki kell menni amúgy. Érdekes, anyám mindig úgy büntetett meg, hogy nem mész ki a szobádba, te meg menjél ki. Belőle jó tanár lenne. Az a takarodja ki fele. Fúj, úgy lennék angol tanár. De ez a kicsit se toleráns, hogy a faszé nem tudod. Amikor már háromszor elpapáztam, én nem... Az a nem tanultad meg? Jó kicsit van gyerek. Hát én olyan tanár lennék, hoznának 4 darab rakiszállát egy nap. Na most visszaütetek a helyetekre, de rendesek vagytok. Egyem a pucolótakat. Nézzenek oda, de aljanyoság, te meg... Te hagyj engem békén, te is. Te megosztam, de biztos, ne... Biztos, hogy benne így kell menni. Egyébként nem biztos voltam semmibe. Nem biztos voltam semmibe. Igazából amióta te itt vagy, volt egy kulcsunk. De hát itt már voltam! Miért? Hát innen dzsingoltunk. A zajokról beszélt. És ezek zajok? Az a durva, hogy nem tudom milyen vékony itt a fal. De igazán múltkor egy terhesnőt láttam innen kijönni. Nem baj, most nem azért mondom, mert igazából furcsálom. Hogy még nem jöttek át dzsingázni. Ezek szerint vastag falunk van. Pedig le akartam hangszigetelni, hogy így tavasszal, hogy nehogy baj legyen. Egyébként a játékban mondsz a zajról. Ja, azt tudom. És azért beszélt az órás szobáról egyébként. Kellogg's Cornflakes, fuck it. Hallod? Hogy hínak? Igen, tudjuk, majd megijedünk ilyen fasz hangtól. Hagyjál már sakkozni, mindjárt leülök az Oliva. Te tudsz sakkozni, ha? Persze. Jó, mert nincs sakkjátékom. De rendes? Még tele az aksi. Tele? Megnéztem, hogy tényleg bedugtam, de tényleg amikor hazajöttem, bedugtam a dzsingót. Ott van, dugd be addig. Úgy hoztam magam a végén. Hát... Jó, de hát... Ez legalább ingyé van. Nincs ez. Nincs. Na amúgy szerencséd volt, mert ezt pont akkor vettem, mikor... Bementem a pár eszét, de már csuklog ez. Ajjaj.
Bebaszós live van. Te ez a szobor egy a fehér lephe. A Linda mossa. Megmosolítja. Hát megint izé. Mennyezdő. Hajnali 2 lesz ezen az órán, itt meg nem sokára éjfél. 23:57 perc. Figyeld, azt hiszem most fog dzsingózni. Hallgassuk. Hallod? Látod egészkor? Azaz. Ezt egyszer megfigyeltem, de egyetlen egyszer. Ezután MTA-zunk, genya. Hát, nem tiázunk. De ezt már nem élőbe srácok, szóval... Hát igen. Erről lemaradottok. Egy megtekintés. Hát, hallod, de ilyen cigányt játszunk, jó? Ez a... Adj egy cigit, tesó. De az is biztos, hogy leszünk fönn négyen az 512-ről. Vagy lehet, hogy a kis... Jó, pöcsöm ez. Behely faszú. Ott is, meg a... Az mi? Ektoplazma. Leköbdösték. Lehugyozták a falat, he. Három. Érted, kaptam 5 gyufát, és nem ám itt izé... Fognám azt izé... Viszont az a kitartó egy néző, aki itt van, nagyon szépen... Nagyon szépen köszönjük, most bepisszegett Linda. Ő írjon már chatbe, hogy ő kicsoda, mert lehet, hogy küldeni fogunk neki egy amnézia játékot. Ajha, gyónószoba? Sőt, mi több srácok, legyen az, hogy a következő live-ba MTA lesz, és akkor gyertek velünk MTA-zni. Zoli, hallott, hazamész te és rak fel. Ah, bazd meg a vázal, azt hittem a Linda. Mert amúgy olyan szerverem vagyok, hogy rendesen, mint a magyar élet, hogy vontatót kell hívni, hogyha főborul az autó, meg mit tudom, még csetelni a többiekkel. De tök rendesek volt. Gyerek, szóba, nem megyek, Srácok, megvárjuk, amíg a csávó mond valamit. Addig beszélgessünk. Beszélgessünk a hülyék. Jó, akkor játszunk tovább. Szóval beszélgessünk a hüvely gombáról. Moray bügyerekszoba lesz. Nem lesz ebb bügyerekszoba, tükörszoba. Azzal mi van? Mi az UV lámpa? Hogy mi? Jött még egy néző? Srácok, írkáljátok chatbe, hogy milyen a hang. Mert amúgy arra kíváncsi vagyok. Egyre hangos. Mármint, hogy Zolit is lehet hallani rendesen, vagy hogy van ez, vagy milyen. Meg akkor tényleg mit szóltak ahhoz, hogy MTA-zunk egyet majd a következő live-ba. Megpróbálom megfűzni a Cinemát is, meg az Insight, meg mindenkit, akit lehet. Hogy így alakítsunk egy ilyen nagy izé, ózdi bandát. I think I heard footsteps in the plan. Növényház. Az a középső szint, nem? Igen, azt hiszem igazad van. Itesó. Mi a faszomé van ez nyitva? Hello, M Cinema. Cinema! Cinema! Gyere már fel Skype-ra! Hey, bro! Cinema, hallod? Írjál ám Skype-on. Gyere, hadd vegyünk be ebbe a buliba. Azt hiszem, az, nehogy azt így gyerám, hogy józan vagyok, mert ajaj. Amúgy csak félig. Na végre megjött M Cinema. Na végre, hallod? Tudós. De várjál, még nem szabad. Csákány, vagyok. Srácok, pillanat, egy kis szünet. Felhívjuk a... Srácok, csak ő nézi amúgy. Felhívjuk a Gémeskú tulajdonosát, és megosszuk vele a képernyőt. Csak ő van fel. Lehet, hogy a távolban figyelt minket. Nem baj, az a jó az élőadásból, hogy rögtön feltölti, szóval dzsinga. Ja, feltelepítem. Addig játszunk Cinema, úgyhogy csak nyugodtan, lassan, öreg urassan, mi itt fönn vagyunk egy jó darabig. Te hallod? Nézd már meg azt az ajtót, ott mitől van olyan kurva világos? Ez egy kislány. De figyeld, milyen kurva világos van ott. Ott a kurva világos, kim van kurva világos? A növényszobát beszélgetünk. Bazd meg, tényleg jó, hogy mondod. És... Geci! Amnézia SG. Geci. Pillanat. Izé, a Skype-ot akarom innen eltüntetni, hogy a chatet teljesen lássam. Hát M Cinema, örülök, hogy itt vagy. Igazából... írtam neked Skype-on, azt hittem, hogy majd fenn leszel így. Meg hát igaz, meg se beszéltük. Viszont akkor Skype-on megbeszéljük a... Most jól megmondtam, szerintem te nem értetted, mit mondtam, igaz? Hát
Skype-on megbeszéljük azt a részleteket, amit így elmondtam az előbb. Azt azokat a részleteket. Amiket. Te figyelj, Zoli, nem akarsz nekem szülőnapomra venni egy optikai meghajtót? Csak két hónapot adok gyűjteni. Te figyelj, nyisd meg egy kicsit azt lámpát, azt nem. Jó, oké, semmi. Jó van, visszacsukhatod. Köszönöm szépen. Segíted. Ki akarod nyitni az ablakot? Már akkor ott van. Csajokkal voltam, hát akkor ez megbocsátatik. A csajok azok mindent visznek. Na viszont, vagyis pontosabban csajjal. Hú! Na ezt live után megbeszéljük, nem ám itt izé. Pillanat, Zoli nyitotta. Úgyis nagyon jó, rendben. Üdvözlöm azt a plusz egy nézőt, aki most ment el, az Isten verje meg. Pedig csak jót akartam. De viszont hol a növény szó? Így eltévednék. Már megint ott volt a zombi hall, láttad? Láttam. Jingo. De mi, de nincs is semmi ott, hol megy el? De hogy van ez megcsin? De közöm nincs ehhez. Az se, ez a kúrószoba. Ez meg zárva van. Az a VIP terem. Már felejtettem a nőjészobba, az... De... Kell bebosztani neked folyton. Ez mi az, hogy folyton? Tizedike van, nem? Hát, hogy a másodikon van, vagy a földcím? Várjál, nem. Egy emeleten biztos, hogy fel kellett jönni. Igen. Most így most már jártam. Remélhetőleg M Cinema nem sokára jön. És akkor minden szart meg fogunk vele beszélni. Be akarom fűzni, hogy Borderlands-ezzünk is. Így élőadásban, meg minden szar. Meg csinálnám tovább a játékteszteket. Nem az alsó szinten volt? Egy perc is fenn van. De várja, ez a szoba, hogy itt lesz. Ez lesz az. Nem, ez a Linda szoba. Rohadjon meg. Ó, hát már igazából elégször megijedtünk, szóval... Ja. Érthető, hogy miért. Igen, szóval így... A madárijesztőnek a jó kurva anyját. Igazából... Hogy... Mi a fasz? Azt hittem fölmegyek a lépcs... Hogy néz ki ez a lámpa, te? Ez új lámpa. De szerintem vissza kéne vennem a hangomból, mert nem akarom tényleg, hogy a... Busztisztikus. Terhes csaját jöjjön, hogy nehogy baj... Mert még senki nem jött át. Terhes csaját. Csak ő... Nem, múltkor itt kint beszélgettek, mikor éjszakában azért azt láttam, tudod, gömbölyödött alsó, mondom, már nem akarok parasztlen. Megjöttünk a növényszobába, gyerekek, három nézőnk van. Villanyfeló. És belepték a pókok a... Csak a piától nem tudom... Hallod, emeljük a tétet. Ezután, nem most, ezután, ha lesz ijesztés, mármint lesz jumpscare, akkor iszunk. Hát ha lesz jumpscare, de... Így van. Most a Krisz... Ez nem mondom ijesztő, nem mondom. Hány feles ment le eddig? Egy olyan 6-7 biztos. Hallod? De ne tudd meg is. És majdnem 2 órán játszunk. Itt a padlón a kulcs. De hallod, első 2 napban semmit nem számítottunk. Aztán jött a madár ijesztő, levált a helyéről, és mint a Slenderman. Ilyette még... na mindegy. Gyűlik a közönség. Gyűlik... Ja, én örülök neki ahhoz képest, hogy késő este van. Én nagyon örülök neki, hogy gyűlik a közönség. Nyugodtan szóljatok hozzá, hogyha kérdésetek van, vagy valami kívánságotok, hogy mit játszunk közelebb, legközelebb. Menjük a próbaszobába szerintem. Várjál, itt voltak ilyen jingo ajtók, amik nem voltak bezárva. Vagy be voltak zárva. Nem is kapcsolsz, hogy visszatértem. Jaj, ez az Ivo! De hülye vagyok! Ivo, bazd meg! Én azt hittem az MC-n... De mi van, Ivo, nem tudsz aludni? Nem is baj? Gyere csak, gyere csak nyugodtan. Sőt, Ivo, hogyha van Skype-od, habár nem, mert MC-n ma jön, legközelebb gyere Skype-ra. Nagyon nő a közönségünk, amúgy én nagyon örülök neki. Tényleg, szóval nem baj, hogyha csak 4-en néztek. Én annak örülök, hogy legalább valaki kíváncsi. Amúgy ugyanezt mondtam a feliratkozóimnál is, hogy lehet, hogy csak 300-an vannak, de akkor az a komolyabbik fajta. Hát igen. Nem az a Molnár Krisztián féle, hogy 10 000 nézik, hogy ízé ott okádik a dagadt. Kiderül majd. Már... Hé, ez mi? Ajha, az villog. Tezelem. Na, de várja, ez ideig ez nem... Így van, ez nem volt itt. Szerintem a játék... Szerintem ide csömbészte neked.
Jó van, akkor majd legközelebb. De amúgy gyere, majd nyugodtan gyere, Ivo. És amúgy, hogyha majd mész, akkor jó éjszakát, de maradjál itt. Én szeretném, ha itt maradnál. Persze. Nem láttalak ma a Hild udvarban. Hol voltál, Ivo? Csak a Szandrát láttam. Szandi csaj. Jó, de meg is voltunk lepődve. Menjünk a kis Tesco-ból. A kis Tesco-ból és ott tőle, ahol szoktunk inni a padon. Azt így, tőlem mosolygott ott meg minden, és így... Már tök olyan, mint a nagy haverok lennék. Aminek örülök is, mert normális csaj. Amit így normális ember. Na MC-nem, ma mi a helyzet? Sikerül feltelepíteni a dolgokat? Közben így közbevágok így a dolgoknak. Nagykorin, please. Mi az a nagy karácsony? Érzem, ja, nagykor... Na, megjöttünk. Még egy csak terem, vagy... Oké. Jól van, az első, hogy körülnézünk szépen. Ablak? Elem. Holnap gyertek Hildbe, mert én is megyek. Rendben, Ivo. Jövünk akkor Hildbe. Hát jó. Mik... Várja, hánykor körülbelül? És egy tévé is itt. Ez ilyen minden ez szoba, figyeled? Jó, amit itt... Na, szólni bele. Ja, látod, még ilyen voodoo bábú is van? Tiki maszk. Ez ilyen all-in szoba. Na jól van, gyerekek, ezt lezárjuk, ezt a szobát is. Bazzai. Ne idegesítsél már, most Istenem, most meg fényképekre vadár. Bazz. Nem volt elég a madárjesztő, a macska, a bohóc, a kempó, a pampam kolbász, a sky, anulu. Hú. Mindjárt kipörgetjük. Baszott, tényleg. Szerintem pörgessük ki. Én azt mondom, pörgessük ki. Ha, már csak 5 pálya van. Ennyi. 17:30 megyek. Jól van, Ivo, én ott leszek. Szerintem Zoli is bejön, hogyha bejön. 17:30? Már hogyha... Ott leszek. 4:40 kész. Majd rendben. Dolgozni meg pénteken mész, vagy mikor, nem? Aztán egy jó elszokja. Nem, igazából csütörtökön még dolgozni, meg csütörtök reggel még egy jó érettségim lesz. Hallod? Nem akarsz hajtogatni valamiből, ha mutálod? Igen. Jaj, gond. Á, de nem kéne itt live-ba. Mindegy, hagyjuk, bocs. Na? Rászokik az Ivo cigire. Na, nem csak az így... Nagyon helyes, nézd meg! Na, bocsáss meg, Ivo mest. Ó, hatalmasságos Ivo. Most várom. Ajja. Üdvözlünk, barátom. Ja, látom, én szeretem ezt, hogy még meg hogyha így váltakozik is. Persze, mindig vannak új emberek. Idáig a rekordom az 32 néző volt, meg GTA 4-eztem. De így, folyamatosan, hát igen, az a baj, hogy az ilyen mainstream játékoknál nagyon több van. De, hogy is... Hát nem, sokszor nem azt nézik, hogy kreatív, hanem erre kíváncsiak. Szóval nem is az, hogy nem üzünk kreatívkodik, hanem így... Nem proli, nem úgy. Nektek, Ivo mester. Na majd a Dark Souls-ban meglátjuk, hogy hogy mutatsz. Ajha. Legközelebb te is jössz live-olni ide hozzánk. Ott van a barátunk? Helyén? Nincs a madárjesztő helyén már megint. Ah, faszja, bazd. Hát így. Bazd meg, ne ideg. Lágy, itt ez szimat kell. Faszja. Egy pillanat, gyerekek. Egy nagy pillanat. De cigi a pofájába otta. Szeva! Látszunk, Jinga! Másik fél nem látja önt pillanat. Hallod, most mi a szar van? Leszi. Igen, mondjál már valamit. Hello. Na, most jó, ú, de halk vagy. Egy pillanat adok a mikrofonra. Ú, de szar a kapcsolat is. Pedig 3 megát szar. Sok. Most? Most jó, most nagyon jó. Megosztom neked a képernyőt, hogy úgy lásd a játékot, ahogy mi. Jó, oké, meg bezárom közben a YouTube-ot. Oké. Megosztott ablakos képernyő? Ez lesz az. Azt. Nem. Hallod, nem tudok képernyőt megosztani. Az Jingo? Ja, de itt tudok. Oké. Hú, várj, mindjárt leesik az asztalról a billentyűzet. Nem, nekem nem. Talán a Krisztián látja csak akadózva. Elmegyek. Igó? Oké. Okay. Látom. Látsz mindent? Jó. Ti is látom? Én látlak. Na szóval, egy pillanat, mindent kiütök innen, gyorsan, hogy látszódjon minden, és folytatjuk tovább. Krisztián is velünk van, ő a Gameskult tulajdonosa, eltűnt a madárjesztő. Jó estét kívánok mindenkinek. Na, hol vagyunk? Melyik játék ez? Milyen játék? A Pioneer Drive. Aha. Igen, a Pioneer Drive.
Az a baj, hogy tényleg kicsit halk vagy, de hogyha emelsz a hangerőn, akkor meg iszonyat búgás van. Igen, megoldom, hoppá! Oké, csak nyugodtan. Hallod, én nem látszok a kamerába, az adásba, ugye? Nem látszom, mert Skype-on vagy. Leveszem és közelebb hoztam a számhoz, mert ugye a kamerába, és a kamerába van a mikrofon. Oké. Nekünk jó. Így jó? Azt mondja, benne vagyok, de akkor Dark Souls. Jól van, Ivo, akkor lesz Dark Souls is. Hát ha mindenállon ki akartok készíteni, akkor Dark Souls is lesz. Na, mesélj közben, mi ez? Hol jársz? 25. napon, 5 nap van hátra. Annyi a játék történet, hogy 30 napot kell eltölteni a kastélyban, mert itt tűnt el a feleségünk, és 20 év múlva jövünk vissza megkeresni. Szóval ez egy mintaférj. Wow, hát igen, ez teljesen, tehát 20 évig volt, hogy kiélje magát, ugye? Egy pillanat, lehalkult a játék, szerintem így is marad, nem baj, nem is az a lényeg. Wow, és most hanyadik emeleten vagy? Fogalmam sincs. Igazából az van, hogy mindig ad a szellem valami nagy kulcsot, és mindig más ajtó nyílik ki, olyan, mint a Paranormal Activity, hogy minden nap történik valami nagyobb. Jaj. Aha. És most azt hiszem, hogy fogalmam sincs, hogy mit kell csinálni. Ivo, hol tartottunk? Majd így mondd el, hogy írt valami tippet, emlékszel valamire? Mert én most jelenleg nem emlékszem semmire. Na viszont tervezem mostanában valami videót ide? Én? Aha. Hát ezt az élőt mindenféleképpen ki akarom egyszer próbálni. Kurva bohóc. Tényleg, mert mit akartam? Mondtad, hogy a MTA-zni kéne majd. Aha, azaz. Én benne vagyok. A Hungary Life szerveren. Oké. Azt tudod melyik? Nem. Nem jöttél, volt egy ijesztés, de nem ijedtem meg. Viszont megbeszéltünk valamit, ugye? Hát, hogy innentől minden ijesztésnél, amit ő ijesztésnek gondolizunk. Gondolja. Tudod, Tudod, a növényszobába feltettük azt, hogy innentől, amikor jumpscare lesz, iszunk. De nem volt. Hát igen, de jó, te ki... Jó, akkor csak én iszok, nekem mindegy, bazd meg... Hogy mi? Akkor ezek szerint semmi. Amúgy Szabó Krisztián, Béla Zoltán. Hello, szia! Hello. Még kezet is fogtatok, királyok vagytok. Jaj! Na! Igen? Viszont a játék azért ultra durva, mert látod a bal sarok... Jaj, bocsánat, innom kell. Visszatérünk rá. Ez muszáj. Az a baj, ezt én vállaltam. De, fuck. Ó, bazd meg. Ki kellett volna tennem a 18-ast? Bocsánat. Letüdöztem a zaromát. Amúgy elhalkult a játék is, alig hallani. Nem baj. Így is csak a vizuális dolgoktól ijedtünk meg, nem a bóctól, meg az ilyen szaroktól. Ja, maxon van, vagy... Nem, itt még be se lehet állítani a hangot, hallod? Nem, mert szerintem, hogy... Hát ahogy most bekapcsoltuk a Chris Sky-ba, de nem is baj, mert igazából... Innentől úgyis minden ijesztésnél iszunk, szóval... Na szóval látod fent a sarokba, a bal felső sarokba, az az életem, ami nem az életem. Találd ki, hogy mi. Mindjárt mondom neked, ilyen, hogy mennyire vagy beszarva? Igen, ez a beszaró méter, hogyha teljesen zöld, és ez nem a játékos, mármint a karakter beszaró métere, hanem az enyém. Aha. Ezt úgy képzeld el, hogy itt megijedek, és így megrántom az egeret, mert mondjuk jújjújjúj megijedtem, akkor sokkal többet fog levenni. Az alapnál. Az de komoly. És az a baj, hogy még gyerekcipőbe jár, de egyszerűen zseniális. Aha. Szóval én ezt most, én úgy terveztem, hogy a mai live-ban végigjátszom ezt, 5 nap van úgyis hátra, és azon nyomban csinálok egy bemutatót. Mi történt? Láttad? Vibrál ez a szar. Ez a kurva mama. Mit csinálsz itt, basz? Szar. Ez a kép már háromszor láttam. Ezt a képet. De, ilyen ferdén. What the fuck is this? Várj, ezt a képet meg... Jaj, de szép. Várj, lesznek még olyan képek, hogy... Jaj, nem áll. Ide se kéne bejönni. Babá.
Ja, és igen, hogyha nagyon eltévedsz és nem tudsz mit kezdeni, akkor körülbelül 10 perc bolyongás után a karakter megjegyez valamit, hogy hallott valami hangot ebbe a szobába. Aha. Szóval még próbál rávezetni is. A játékban nem akar semmi szörny megölni. Csak meg ijeszt, meg ilyen dolgok. De viszont ez rohadtul zseniális, ez a zelmállapot. És azt vettem észre, hogy a mostani horror... Mit csináljak? Ja, képeket. Ne idegesítsé már fel! Jézus teste? De ez Jézus, meg a Mária. De komolyan, ilyet kitesz fel a falára, az meg. Menjen a picsába az ilyen. Az az igazság, hogy én a VR-os bemutatóm után kérek szépen valami olyan lelki állapotban menekültem, hogy Hitman 2-zök. Ez a Contrax? Az tényleg valami nagy... Nem, az a Silent Assassin. Azt hiszem a Contrax-ben vannak a magyarok, nem? Igen, és amikor... magyarul is beszélnek. Ja, magyar pályán magyarul is beszélnek. Ez jó szoba, csak oké. Ne bassza meg a kurva isten! De nézd meg, szegény gyerekek ott dzsingolnak. Meg fakkolnak. És a feleséged miért jött ide? Nyaralni jöttünk valamiért ide, legalábbis a napló szerint, amennyi, mert minden nap úgy végződik, hogy ilyen naplódarabot találunk, és hogy én most el akartam vinni a feleségemet, és most kiderítjük azt, hogy hova tűnt. Aha. VR-ről én is játszottam elég para. Hol játszott? Ivo, van VR-od? Ja, tényleg, eladod akkor a... izét? Igen, hát van még mindig eladó, egy távirányítóval. Mert... Ez egy jó. Mert hallod, én azon is gondolkoztam, hogy lenne olcsóbb. Hogy lejössz, itt alszol egy nap, vagy pedig azt, hogy posta. De minden így. Amúgy ő Linda. Posta, de jaj. Ez a feleséged? A fullos gádzsi, hagyjon meg. Jó kis nő. Játékban egy köcsög. Mert állandóan megvektel. Szóval ott jártam, hogy ugye amúgy tervezzük, hogy nyáron elmegyek egy pár napra. Az jó is lesz. Az dzsingó lesz. Megoldjuk. Hát... Te tényleg mi lett Pesttel? Semmi? Hát kérlek szépen nem jött össze. Szóval... Hát az. Igen. És azon elmegyek a keleti pályaudvarig, és ugye eljössz elém. Aha. És onnan meg megyünk hozzátok. Tökéletes. Mert innen tőlünk 40 kilométerre indul egy vonat egyenesen addig. Keletiig? Aha. A keletiből megy Zsadányi vonat. Azt ott! Zsadányba, hanem tőlünk 40 kilométerre Békés Csabára. Ja, értem. Nem még busz is megy Békés Csabára Béketéről. Igen. De még a karakterem sem mondott tippet, hagyjuk. Majd egyszer, micsoda? Spanomnak van ilyen VR box tudsz, majd egyszer kölcsön kérem tőle. Az jó lesz jó, de csak egy pár órára kéne tényleg kipróbálni mondjuk egy effektidet, vagy valamit, hogy tényleg olyan... Amúgy a játékos VR is, tehát úgy mondom, hogy a telefonos VR is eszméletlen jó, tehát felcsatolod a telefon, és ha egy ilyen horror játékkal játszol, hát nagyon komoly, nagyon. Azt hiszem volt valami az ablakba, idegesítsé fel. Nem jó. Egy ilyen izét láttam, hogy valami öregasszony beszélgetott a izénál, és akkor mindig körülötte történik valami, te meg körülnézhetsz, és akkor mindig jön ott valami. Még ilyen hasonló dolgokat az láttam. Az Inside 3-nak a 360 fokos bemutatója. Azt alattél. Azért milyen fejlődést éltünk el így egy év alatt, nem? Már VR, meg ilyenek. Nekem tetszik. Ja, amúgy én azon gondolkoztam, hogy csinálok ilyen retro sorozatot is. Ugye ilyen Project Iggy, meg az első Medal of Honor. Igen, igen. Micsoda? Várjál, azt mondja, hogy ja, egy hétre lesz telefonos, van neki, nem gépes. Ivo, nem kell gépes, jó a telefonos is, mert állítólag a Lenovo A6000 az kompatibilis a VR-ral. De hát majd kiderül. Persze. Hát igazából... Már fájra fogom a VR-ra. Szóval amikor láttam azt, hogy a Slender VR-ba, hát... Igen, még az itt van. Gyerekek, van 5 darab gyertyám még mindig, és egyet sem használtam el. Itt az alkalom. És ezt figyeld. Látod az árnyékot? Ilyen kivetítetten csinálták meg. Kurva jó. És... Várjál, keresek egy szobát, ahol... Van lámpa, mármint ami, vagy nem csillár, bocsánat, ahol lóg a falon. Azt nézd meg, az árnyék kivetítve, az is ilyen próbálkozásnak alakul, de nagyon jó. Jaj, az a kínai kájha. De ott is kurva jó volt. De most komolyan, de miért kell ilyen képeket?
komolyan hallod, jobban betoljuk a képektől, mint a madárijesztőtől. De ez is. Jól néznénk ki, 15 éves lányok szelfiei lennének fent a falon. Hát rögtön nem ijednék meg. De igen, igen. Mi ez itt, kurva tanya? Ali, please. House of Terror-ral játszottam először. Az azt hiszem pont az, amit mondtam. House of Terror? Na ezt figyeld. Hopp, ez most nem jött össze. Pedig akartam. Látod, hogy ott az árnyék, hogy ki van vetítve, hogy folyamatosan megy el arra. Kurva jó. Kurva jól megcsináltál. Igen, ez ilyen következő generációs horror lett amúgy. De amúgy mindjárt lemerülsz. A lényeg az, hogy visszatöltődik. De ja. Csak ilyen egy csíkra. És figyelj, lemerült. Mindjárt bepiroslik. Látom, már fehér. Uh-huh. Fasza. Na most már jó lenne, hogyha a bábú megszólalna, hogy mi a szar legyen. Ivo is hal most engem? Kicsoda? Ivo. Persze. Most mindenki hal téged. Ivo, majd nézd meg a csatornán, ezen a Gameskult csatornán a House of Terror-ot raktam fel videót. Nappali? Melyik nappali? Mert ebből a rohadt kast... Hallottad ezt? Nálad csöngött, Krisz? Nem. Az meg akkor is csöngött. De mi telefon volt? Kimennék, hát ha a tippet, akkor szokott tippet adni, amikor nagyon messzire mész el tőle. Jó, megpróbáljuk, akkor kimegyünk a világítatóanyhoz. Kicsit menni? Aha. És hallom, bazd meg, hogy itt van ez a köcs... bazd meg, pillanat. Az a baj, hogy ilyen úgy van beállítva a mikrofon. Mert amúgy úgy indult a játék, hogy itt ez a kocsi, és innen indultam el. Szóval, hogy ki kellett nyitni még ezt a nagy ajtót. Óóó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 
Nem, már beleolvadt. Azt! Úristen, és most kezdtük. Na jó, gyerekek, én elmentem húgyozni, és jövök vissza, és iszunk tovább. Oké. Okay. Addig beszélgessetek. Én addig megfélem a... Azt mondja, hogy... Hány nézőnk van? Kettő. Kettő. Meg kéne osszam, hogy többen legyünk. Azt mondja, hogy... De még nem most, várjál még. Hát én majd nem mondjuk azt. Azt megvárjuk. Ó, pedig... És hogy nem a szolívó. Nem. Semmiképp sem. Azt mondja, hogy az én elhúzottál. Ja, jó, látta. Aha, látta, jó. Hát zsír, én is megijedtem a House of Terror VR verziójától. Nagyon durva játék. Azt mondja, hogy addig írok valami bejegyzést. Hogy ezt a miházukat elveszték, ezt a pányúdvágot, mert érted, hogy tűző. Na, visszatértünk, és Krisztián Szabó sajt. Oké. Okay. Én írtam. Cápi csapos a játékot. Ah, majd nyugodtan végig csapattattad volna. Na, szóval a madárijesztő bedzsingázott minket, azon vagyok, arra vagyok kíváncsi, hogy hagyott itt nekünk egy kulcsot. Ja, nem ittunk. Azért a nézőknek mindent. Szinte. Na, és mi a helyzet, Krisztián? Hogy vagy, vagy valami? Amúgy meg vagyok, minden rendben. Most azt mondja, hogy kicsit Xbox-oztam. Megnéztük, mennyi pia maradt. Elég kevés. És mi? Hulós. Fütyülős. Karamellás zöldalmás. Oh. Majd én szombaton 23 leszek. Azt a 700-át, haver!
és meghalok. Ja, előre is boldog szülinapot, mert ki tudja, hogy mikor fogunk még összeizélni. Majd nyáron megünnepeljük. Nyáron az enyémet ünnepeljük. Július 15. Na hé, akkorra fogok menni. Ha biztos, hogyha nem adnak le szabadságot, akkor beteg Szabi lesz. Mert megtehetem. Na mi... jó, figyeljetek, fókuszáljunk a játékra. Szóval, ki vagy az udvaron? Ki vagyok az udvaron, és... hova tervezel most menni? Vissza a házba, de előtte körülnézek, hogy hagyott-e itt nekem jumpscare-be. Madár ijesztőt nézzem meg? Jó. Azért nem elszívsz egy cigit még odakint, hogy valami. Nem. Most, amíg live van, addig nem cigizünk. Nem te. Vagyis... benti játékos. Ja. Végül is valahogy, hogyha cigizhetnéked van, akkor kinyitod az ablakot, ki a jó szeszt, akkor... Hát gondoltam, hogyha szeretnéd cigizni. Nyugodtan itt a... Mi a picsa van itt? Ó, köszönöm szépen, Ivo. Igen, én azt fel akartam olvasni, csak aztán madárijesztő meg... Nincs ott a madárijesztő a helyén már megint! Az meg az Isten faszát! Bocsánat. Krisz nézd nekem, én már nem tudok gondolkodni. Semmi baj. Jó, mondjuk szerintem te már megszoktad. Hát gyerekek, akkor csak be kell menni a házba, de viszont nincs egy darab kulcsom se, a madárijesztő most dzsingolt el. Mit is mondok? Mondott itt idézetet ezen a napon. Nézzük. Igen, ám, most de... Most megvolt a madárijesztő, most jönnek a képek. De mennyit levett ez a szemét? Ez a szarszobor meg miből? Füstöl a világító torony. A gárgolylok vigyorognak rám. Benn a bohóc röhög. A macska eltűnt. Linda szarik előjönni. Hallod? Lehetett kapcsolgatni lámpákat is, mert vannak itt lámpák, és az 8. napon kiégett az összes égőt. Szóval azóta így a sötétbe burkolózva, egy lemerült elemmel szarakodunk. Jaj. Madárja... Ebédlő. Ebédlő. Valamit nem találtam meg az ebédlőbe. Mi? De hát az ebédlőben nem is volt semmi, mit nem találtam meg az ebédlőbe? Mert egyrészt, ha ez az ember tudja, hogy az ebédlőbe volt valami, és én ma nem jártam az ebédlőbe. Áj, pányú drive! Próbáltad volna megoldani úgy, hogy mit, hogyha hallottam volna valamit, hogy csörög valami az ebédlőbe. Így kellett volna. Áj, fiúk! Mit, és csak naplódarabokat találsz? Egy fényképet, vagy valamit? Csak napló... Hát képeket a falon. De hát nem ez az ebédlő? Tessék. Hát ott egy sonka. Itt a homár, mosdóban nincs. De hát emeleten vagyunk, nem tudom, hogy mi legyen. Mi volt az előző napon? Hol találtál és mit? Hát, na most... Lehet, hogy van másik ebéd. Van másik. Lehet. Amúgy most egy olyan jót kérdeztél, én megmondom neked őszintén, hogy itt annyi szoba van, hogy a gödöllön a Sziszi hercegnő kastélya az ehhez képest klotty. Komolyan mondom neked, minden ajtó mindenfele nyílik, és dzsinga, és semmi. Na várjál, hol az a hűtős szoba? Tudod, ahol a hűtő is van, arra céloztál. De miért ebédlőket kerestek? Vagy? Több ebédlő van. Mert azt adta tipnek az emberkém. Az a lényeg, hogyha nem találsz sokáig semmit, akkor így ad egy tippet, hogy hallottam valami léptet az ebédlőbe, valami hasonlót, de itt már volt rektelés. Egy csomó. Már csomószor. Nem. De van még egy. Ezen ki. Mi hány ebédlő van ebben a szarba? Ha jól emlékszem, kettő. Hát nem, what the fuck ez? Hát most voltatok az előzőbe. Hát ez az, hogy most voltam. Egyben már volt. Ez a második. Ez nem ebédlő. De hol volt még itt ebédlő? Ne idegesíts. Volt még egy. Volt még egy? Hányan laktak ebben a házban? 900-an? Hát basszus, mi lakatoséknak a háza ez? Lakatos drive. Na még mielőtt itt gondok lesznek, semmi bajom, semmi fajjal. Úgyhogy én csak itt szarkodok, ne aggódjatok. Na van nekem. Na, szóval. Azt mondja, hogy megyünk feljebb, és... Na, meg az a fa. K-
két emeletes, ugye? Hát az van vagy három is. Ja. Egy nagy kúrját kell, figyelj majd a következő... Várj, ez is egy ebédlő. Igen, mondta, igazad van, basszus, a kínai ebédlő. Amúgy a következő napon megmutatom, mert ilyen alkonyatkor indul és látsz mindent. Tudod, egy kacsa. Benne van a takoyaki. Mi? Ne. Elfogyott a gyufád. Nem elfogyott a gyufám, elultódott a láüzéje az. Kajak. Hé, nem volt még egy gyufám. Ne idegis, tényleg nem volt még egy gyufám? Elszedte az összes behúzott a Linda. De... baj lesz. Na most mi a franc baja van ennek a lingyónak, amikor meg akarom menteni? Krisztián, igazad, nem lehet ezeket megérteni, ezeket a nőket. Nézd meg, behúzza a gyufáimat, megijeszt, rám küldje a madárijesztó testvérét. Egyszerűen nem értem ezeket. Lakatos Ivó, na jól van ám, én is lakatos vagyok. Azt kap ki, oda néz, ott valami ég. Ja, de te Ivó, te nem az vagy, akire gondolok, tudod? Te csak lakatos vezeték nevű vagy. Innentől is bocsánatot kérek, Nozabitől el se gondoltam. Még mielőtt tényleg megnézi a live-ot. Majd holnap iszunk. Ahogyha kész. Várjál, itt meggyújtottam egy gyertyát. Na, várjál. Bementünk az ebédlőbe. Elfújta a gyertyát, behúzta az összes gyertyámat. Menjünk vissza az ebédlőbe és nézzünk körül teljesen. Nem állt, mert lehet, hogy padlón van a kulcs vagy valami. De már hol a kulcs? Szerintem már mindent kinyitottunk. Lehet, hogy benne van a... Nézzük meg amúgy a többi szobát is. Hallod? Esküszöm, hallod? A játékban van vagy 80 szoba. Esküszöm neked. Az durva. Itt már kapásból találtam 3-4-et. Az mi a szar? Ja, kép. De az csak úgy... Kérlek, aki... Mi a szar ez a Ez mi? Ja, kapcsoló. És meg kérlek. Nem részek, csak jó tévez. És tényleg nem vagyok részek. De egyébként lehet, hogy az ebédlőben a kép keresni. A képekről volt szó, és utána az ebédlőről. Magyarán akkor kezdhetünk megint mindent elő, mert van vagy 8 ebédlő. Jó, akkor menjünk fel a kínaiba, hát ha ott a Jackie Chan képen lesz valami. De ha esetlegesen beugrik valami ajtó, oda is be lehet nézni. Okay. Itt már voltunk 130-szor mióta fenn vagyok én is live-on. Hát de nézem, hogy van itt a kép, de nincs. Úgyhogy ide többet nem jövünk be. Most az egyen balra, ide. Ide, nézzünk be. Hát ez egy újabb folyosó, ne idegesítsék. Tessék, ezért akartál te ide jönni, igaz? Teste. Ezért akartál ide jönni. Csak ezért. Hát csak azért. Vald be nekem. Nem lesz olyan, mint volt. Oké, várjál. Akkor arra még nem megyünk, mert ez egy másik szárny. Akkor először nézzünk itt körül, de behúzkodta az összes gyújtómat a saját feleségem. Mi ez? Én kiabálnék. Linda, engedj be! Nem, ez ilyen nappali feeling. Társalgó. Ja, ilyen fuck it, man. De nézd meg, mindenhol bor van. Egy dosszié, Jingle. Mi ebédlő? De az a baj, Geci, hogy itt két szoba van, de mindegyik csatra zárva. Mármint ilyen csatzárt szoba. Mert hogy négy fal között az jó van. Na várjál, akkor fókuszáljunk az ebédlőkre, ugye? Válság van, tudod. Persze, Ivo, tudjuk, hogy válság... Ez mi? Ja, ezek a... kis cuccok. Na szóval, akkor megyünk tovább az ebédlőbe. Mi ennek a neve? Szia Attila, Szilágyi, Pán New Drive. Ki van írva a leírás, vagyis a YouTube címébe is, hogyha nem tudod, hogy kell írni. Pálinkázó Pán New Drive van most, haha. Szilágyi Attila, ugye nem az vagy, akire én gondolok? Mi, megosztottad a dolgokat? Igen. Az helyes. Hadd jönnek itt a dolgok. Azt kigyújtotta meg, az én voltam? Mondd, hogy én voltam. Oké, köszönöm szépen, akkor megnyugodtam. Hallottam a hangot. Figyelj,
Szia Attila, szombaton születésnapom. Ugye jössz? Én is, szia Attila, üdvözöllek a csatornán, a Krisztián csatornáján. Érezd jól magad? Folyamatosan tolom, mert Krisztián nem ért rá, mert csajozott. Aj, a kis huncut. Attila is zsadányi. Hát én meg már nem. Meg nem is voltam. Már nem. Sose jártam ott, de pedig kéne már oda járnom. Igen. Krisz, nézd meg a cseszfalat. Beszasz. Orbán Viktor, tisztelt hölgyem és olyan kedves barátai. Szeretnének félig kaptincsanak a DKFB oldalán. Jó. Oké, Attila. Na, figyeljetek. Dávid. Igen? Menjünk be az első ebédlőbe. És neki soroljuk fel az ebédlőket, mert ez nem állapot, hogy... Én tudom, hogy melyik ebédlők vannak, csak nézd meg a házat. Fogalmam sincs, hogy én merre megyek, csak úgy találgatok. 90 szoba van. Ez... Na itt egy, állj! Ja, az nem ebédlő. Ez nem ebédlő volt. Ez nem... Igen, tisztelt Orbán Viktor, hajrán vagyok meg minden. Orbán Viktor, mi lesz a bevándorlói kvótával, és hogy lesz a kerítés? Magyarázza meg, kérem. És kerüljük a rasszizmust, ha lehet, ugye? Jó van, de most ne politizáljunk. Örülök, hogy Orbán Viktor is nézi az adát. Ki tudja, baszok? Na gyerekek, ki tudja, lehet igazi. Egy pillanat. Zoli, Krisztián, bentről jöttük, vagy lentről? Mert én már eltévedtem. Lentről mentünk fel. Attila Szilágy a kerítés, én vagyok. Értettük, bocsáss meg. Egészségügy, reformok, határzárás, migráns kérdés eltörlése, azt már nem, kedves barátaim, mi önökért vagyunk. Hallod? Ajha! Ez megint csak egy társalgó lesz. Vagy ebéd? Ez nem ebéd. Hát nem tudhatod? Jó, akkor bejövünk ide, hogy becsukja az ajtót, tessék, várunk. Kicsit? Kulcsot keresünk amúgy? Nem. Ijesztést keresünk, hogy legyen kulcs. Vagyis hát ijesztést keresünk, na, hogy... akkor menj be a következő ebédlőbe, itt nincs. Köszönjük. Aj. Lehet, már Krisz jobban meg. Ki kell javítanom magam, egészségügyi reformok lesznek, csak kicsit másképp. Azért befosnátok, ha az igazi Orbán Viktor lenne. Az idő minden sebet begyógyít. És híradóban hallanak, kedves barátaim. Köszönöm, hogy meghallgattak a parlamentben. Iratkozom fel mindenki a Gémes kúton, mert van ilyen dakota mondás. Igen, itt voltunk. De most, várjál, akkor ez az emelet ki is van lőve teljesen. Hát ez rosszabb, mint a Monopoly ember! Menj ki az udvarra, add valami tippet. Faszt adok én az udvarra! Nem, ne, nézzük meg akkor... az emeletüket. Legalsó emeletem még nem néztél annyira. Lepénk ezt. Hallottad? Itt volt a kecse. Ott van a bohóz, Gingo! Ez nem is ebédlő. Várjál, Krisz, ezt hallgass. Anyád. Rendesen meg lehet nyomni a dudáját. Ez nem is ebédlő. Várjál. Nem, mert ez... Nyisd ki mindkettőt, és melyik az ebédlő? Ez nem ebédlő, ez... nézzük a másikba. Ez biztos, hogy sakszoba. Igen, nem, meg... vissza, akkor hát, ha ott van. Lehet. Oké, pillanat. Mert csak az egy ebédlősz hasonlító valami van ott. Nem, van egy másik, azt mondja a játék lényege. Meg kell találnunk a feleségünket, aki 20 éve eltűnt itt. De úgy képzeld el, hogy itt nyaraltunk. Magyarország jobban teljesít, köszönjük Orbán Viktor, a Facecam is erről árulkodik. Hát igen, mert csak 420p-s izét tudtam venni 2000-ért. Köszönjük, Viktor. Hát nem, 3-8. Akkor menjünk tovább erre, mert ez tényleg nem volt ebédlő. Majd én felismerem az ebédlőt, ez a vudús szoba... Hát, fordulj vissza! Mi van itt? Semmi? Menj, és nézd az izét, nézd a széket. Igen? Széket. A jobb oldali. Nem azt. Azt, menj oda az asztalhoz. Igen? És menj egy kicsit jobbra. Itt egy ajtó van. De nem, az mint a széken láttam volna egy izét, kulcsot, nem? Széken nem lehet kulcs? Nézd meg a székeket körbe. De ez rohadtul nem ebédlő, Krisz. Ja, jó, mindegy. Ez csak ilyen ideglevezető szoba. Nem fog dobni már, mert nem már... Ennyit szarakodni egy napon.
Hát már mióta játsszuk ezt te? Hát a végén jön. Na szóval a játék lényege az, hogy itt nyaraltunk a feleségünkkel, és eltűnt. És 20 év múlva jövünk vissza, mert lássuk, hogy milyen mint a férj, hogy kiderítsük, hogy itt voltunk fenn, kiderítsük, hogy mi történt Lindával a feleségünkkel. A játék olyan, mint a Paranormal Activity, 30 nap, ami így játszódik benne, szóval 30 pályát képzeljünk el, amik a pálya ugyanaz, csak más szobákat is ad. Mi a dzsinga? Ez miért van nyitva? Ez nem volt. Ez nem volt nyitva. Te nyitottad ki, Dávid. De nem most. De igen, mert itt a gyertya is. És ez én voltam, már emlékszem. És ez nem védlő, ez a konyha helység. Na akkor itt kell visszamenni. Eltűnt 20 év, és most úgy teszi. Bár igen, Attila, mert kiélte addig. Pontosan ezt akartam mondani. És hallod, akinek láttam angol játékosoknál, mind azt mondta, hogy hát ez nagyon példás, egy férj. Ott az asztalon szerintem egy... Nem. Az távirányító volt. Ja. Amúgy ezt mi is megszoktuk szívni. Na meg a faszt. Megyek ki. Menjük. Ott hagyom meg. Mi a fasz keresek én ki? Mindig akkor jön valami, amikor kimész, vágod egy... Az alsó emeleten minden ebédlőt megnéztetek? Épp ezen idegesítem most magam. De komolyan mondom, hogy az Istenben nem találom még ugyanazt a helyet, amit már 306-szor megtaláltam, és még mind... Na végre! Na végre megtaláltam az ebéd. Igen, de most mondta, hogy az ebédlőbe... Eltűnt. Mi tűnt el? Nem tudott te se. Hát a mosatlan. A mosatlan. Eltűnt a mosatlan. Linda úgy gondolta, hogy most már nem szellemkedik, hanem kimos. Épp ideje 20 év után. Mi a fos ez? Az. Bugaleves. Bugaleves. Oké. Okay. Szóval két ebédlőben voltunk már, állítólag van még egy. Attila, ha lehet, oszd már meg a linket, köszi szépen. És akkor holnap meghívlak egy energiát arra. Egy monsterre hív meg. Jó, nem, Attila a bombát szereti. Akkor egy 6 decisre. Ez se ebédlő, ez egy spice. Könyörögöm. Ez a Linda szoba. Hallod, én már azt sem tudom, melyik szinten vagyok. Köszike? Komolyan mondom, gyerekek, én már feladom mindjárt, geci. Hopp! Hát ez is csak egy... Tisztelt miniszterelnök úr, ha megosztaná a videónkat, akkor átállnánk a fi... Nem, Magyarország jobban teljesítene. Igen. A gémeskút jobban teljesítene. A gémeskút jobban teljesítene. És átváltjuk narancsárkát. Köszi szépen, Ivo. Na, köszönjük, Ivo. Helyes, Ivo. Na jó, most már tényleg lejöttem innen, mert most már kurva az ideg. De tényleg, most komolyan. Na, várjuk. Bementünk a kínai ebédlőbe. Ugye? Ott a rohadt kurvája lehúzta rólunk a gyufákat. Utána meg mit, ha az ebédlőbe hallottam valami hangot, de tippeket nem adna akkor, hogyha ott lennénk abban a szobában, ahol történik valami. Ó, te jó Isten, bazd meg, mindjárt kell menni a kocka pizzériába, a játékba. Az a baj, hogy már nincs ott a bóc is, mert fogalmam sincs. Én most már tényleg mindenhova benézek, akkor kezdjük, jó gyerekek, kezdjük. Elkezdjük ez a... volt az, ahol kiabáltam, hogy a széken van valami, mi? Igen. Jó, aztán jön a növényszoba, itt se történt semmi. Oké, okay. Megyünk tovább. Ez itt mi? Ki kell menni. De az a baj, hogy most már az én látásom is rohadtul romlik. Jaj, körbe-körbe megyek, mint egy hülye fasz. Jó, oké. Okay. Azt mondja, hogy akkor már jöhet a következő emelet, igen. No. Ez. De nem, itt ne történik. Bábúszoba. Azt tudjuk, ha feljövünk, az első ajtó jobbra a bábúszoba. Azt hittem, hogy van egy ajtó jobbra, mondom, te miről tudsz, amiről? És megállt 5 óránál az óra. Hát olyan, amit mondtam. Már nem 4-nél? Nem, ez 5. Én azért mondom, innél állt meg. Hogy van ez megszerkesztve, te jó Isten? Nem, ez 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nézd. De azért megszivatott. Ezen a szinten lesz, mert már volt.
Gyerekek. Jaj, ez már... Ebben már keressük a... De komolyan már keressük a bajt. Ez... Ilyet én még nem pipáltam horrorba. Itt. Ez az ott mi? Origami torony. Jaj, ez is egy rohadt kép. Ne! Igen, itt meg van két ajtó. Tudjuk. Ó, igen, persze, ez meg az előző folyosóra vezet. Fuck it. De faszom az. Nem baj, nézz itt, itt is. Nézz körbe az asztalnál. Minden. Örülök neki, hogy nem ad semmi elemet meg gyufát, hanem lemerül. Na, ja. Ma rekordot öltött. Jó, itt semmi nincs. Legalább le tudjuk fixálni, és ha legközelebb benézünk, nem kell semmit se csinálni, csak oké. Akkor mehet az emelet. Igen. Igazott, nagyon keveset néztünk szét, de majd visszatérünk. Na, nézd a jobb oldaliba. Itt. Ez. Hoppá, mit találtam-e? Semmi nincs itt. Mit találtam? Nincs. Ja igen, hogy mit találtál, Krisz. De nézd itt az asztalnál is jobban. Mondom, hogy... Hát de itt ez a kék köcsög, az jó napot, aminek pikkelje van. Jó, akkor mehetünk ki. Ez legyen a kék köcsög pikkelje szoba. Oké, lesz ez a köcsög. Ez lesz a köcsög szoba. Igen. Griff, aki csak így élt a szóval. Tehát nevezzük el valahogy a szobákat is, akkor valahogy valamilyen szinten tudunk tájékozni. Ezt már elneveztük, ez a kúros szoba. Kúros szoba, mögött a köcsög szoba. Ez a fürdő, az emeleti fürdő. A dupla mosdós emeleti fürdő, tehát dupla mosdó. Legyen, nekem jó, ahogy gondolod. Azt mondja, ez meg az átajtó, ami még nem tudjuk, hogy mi a szar van. Szóval na. Itt most mindent átnéztünk megint. Első emelet feltérképezve. Itt alul. Hop. Mi itt az? Kell legyen, valahol legyen. Én láttam itt az előbb egy fölfele menő lépcsőt, vagy már én vagyok a hülye? Igen. Oké, megegyeztünk. Akkor tényleg én vagyok a hülye. De... A szemétládája... Akkor, de álljá, igen, följöttünk egy emeletet, akkor lemegyünk egyet. De előbb végignézzünk minden szobát, mert lehet, hogy dzsinge. Ahogy a Dakota indián mondaná, sötét szobában mindig vigyél magaddal egy shotgunt és egy kézigránátot. Hát, kedves Orbán Viktor, ezt megtettük volna már. Ez volt az a szoba, ahol ült igen. A akkor igen. Legyen ez az ex-bohóc szoba. Ez volt a bohóc szoba. Igen, ez volt. Semmi nincs itt. Ott fordulj meg, ott ült a nagy órának a tetején. Ott. Értem. Ott nyomkodtad a bögyörőjét neki. Itt a képeket nézzük. Nézzük a képeket, átva. Mindjárt nézzek egy gameplayt, ha. Ez okay. Mint helybédlős. Ez az Anulu szoba. Ez itt a... Igen, itt ez a... Nézzünk valami érdekességet. És akkor az elején... Ja nem, itt is néztük, emlékszel? Rám szóltál, hogy a székeket nézzem át? Igen. Akkor az emelet meg kész van. Növényszoba megvan. Akkor menjünk az első emeletre, csak... Átnéztünk mindent? Tuti. Ó, nem föl. Nem fel, fel az nagyon fel lett térképezve oda fent, úgyhogy... Na... Ez most egy kicsit Molnár Krisz Jánosan hangzott. Ez, igen, a... Na, jó, oké, ez az ex-bohóc részleg. Mert itt szétnéztünk, így itt semmi. De miért akarok mindig ugyanoda visszamenni? Na végre már valami itt. Hol? Ide már bejöttünk 3 milliárd... Basszus, 800, és tényleg. 2600... Menj be! Hoppá, ebédlőszoba! Menj! Ott a kulcs! Székem van, látod? Székem van! Felszedtem. Takarodj a harmadik emeletre! Véházol. Láttad, csak nem jó szobában. Ezt nem hiszem el. Hallod, vagy 40 percet itt szopunk ezen a 25. napon, én azt már annyira... Fuck it. Valamit írt. Ja, de igen, az Orbán az fakét. Na most már én fölmegyek az emeletre, meglátod. Szeretném az emeletet leállítani. Jó, man. Igen, most már Attila is bekapcsolódott, végre nem unja. Megy ez így van. Tényleg. Lassan, ideje volt.
Aj, ez a kúros faszom. Hé, a harmadik emeleten vagy? Hallod? Igen. Nem, most lesz. Most. És a balra egyben, mert feltérképeztünk. Mi van? Ja, ez a köcsök szoba, jó? Akkor ugye, menj, ugye, balra lesz a kúros szoba. Ugye, hogy... Ja, várj, igen, ez lesz a kúros szoba, és igen, itt van ez zárva. Ez van zárva. Ide kell a kulcs. Kinyílt! Krisztián a pápa volt ott. Megint itt a bábú. Ott van, az ágyon, az ágyon! Krisztián. Ne. Pillanat. Nyugalom. Semmi baj, megvesszük a biciklit az Osamba. Ott van az ágyon. Menj oda és vedd fel. Egy pillanat körülnézzük, hogy van egy gyufa is. És van gyufa. Úristen, köszönöm. Linda, mi bekaphatod. Te ribanc. Mi az ott az ágyom? Véget ér a nap. Mit ír? Egy kép. Ne idegesítsél most tudom, meg. Tudom melyik kép. Igen, én is tudom, ez a Lindáról lesz a kép. És most kell gyújtani. Ó, bazd meg. És még nincs vége a napnak. Hallod? Uha. Nem akarom el spoilerezni, de tudom, hogy mi lesz szolgálat ez a kép. Négy nap maradt. Négy nap maradt. Az, amikor ő férfias kéz, vágva. Hozom be cigit, már nem bírok magammal, jó? Mit hozol be? Cigit. Jó, hozzá cigit. A szerencsé. Ja, igen, a szent forgatás. Na, a gyerekek, Chris nagyon gyorsan tér vissza, ugyanis az jön, amit meg akartam mutatni. Nem töltődött vissza az életem teljesen. Teljesen. A büdös rohadt geci. Tényleg az a kurva madárijesztő fasz. Ó, de zsír, világosság van. Ez kap ki. Ebbe a baszott nagy kastélyba kavargunk össze-vissza. Most megy le majd a napkora. Orbán Viktor, pont ezzel a játékkal játszottunk hétvégén az ellenzék párt elnökével. Amikor azt kérdezte tőlem, hogy milyen tárat én meg erről, mondom, hozz egy sör, te állat. Új. Ferenc, hát Orbán Viktor maga jó arc. Ennyit se tud Ferenc, könyörgöm. Ott a madárijesztő helyén, hála az Istennek. Kezébe semmi. Majd eltűnik éjszakára. Baszányos ijesztő. Mi van? Mi van, haver? Mi van? Ne ideges jel! Na jó, van, sziasztok, én mentem befele. Akkor... Megugrott a félelem szinted. De miért idegesített fel? Nem, igazából alapból lejjebb mentek. Akkor nem, is... Nem rakott vissza. Akkor iszunk. De azért is, mert... Igen, Kerget, Slenderman. Úgy képzeld el, mint a Slenderman, bármit, hogy elismered. Attila, ne ismerné, jaj. De ez most mi ez? Ja, hogy mi most így kihúzzuk a nézőizét. Amúgy tényleg nem tudod, meddig lehet live-olni? 5-6 órát? Jingo. Ú, bazzeg! Megint letüdőztem a cuccot. Morebi meg... Ez már sötét? Látod? Már sötét, Ari? Attila, ez nem atomjáték, ez egy szemét köcsög geci játék. Nem, nem azt mondta, hogy ez, hanem hogy az, a Slenderman. Ja, a Slenderman? Az meg még egy mocskosabb köcsög játék. A paranoiás voltam tőle egy hónapig. De csak azért, tudjátok, mert... mit próbáltam ki? Itt volt mellettem egy csaj, majd feltöltöm a videót. Vele együtt próbáltuk ki a... Az 3D Sex Villát. Nem. A five, melyik az Five Nights at Freddy's? Ez az a kép. Ez az a kép. Five. Nem, ez nem a Linda. Itt de vagyok, ez, látod. Ez, ez az a hely. Hát a két óránál többet live-olnak, akkor YouTube... Hát tök mindegy, hogyha reggel 6 a főrakja, az már nekem aztán mindegy. Látod, ez nem kus távirányító. A Nemzetbiztonsági Szakszolgálattól kapta Orbán Viktor az infót. Ó, köszönjük szépen a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnak, hogy ilyen csörög a telefon, bazd meg. Hol csörög az a kurva telefon? Többi és volt. Látod, hogy tükröződik a tévé is? Nagyon durva. Eszméletlen jó. Eszméletlen jó. Néhány mutatványa tényleg nagyon jó, de amúgy nagyon kidolgozatlanul látszik. De... Tényleg néha el tudok ájulni néhány effekten.
Vagy milyen? Hé, láttátok a VR csatornáján a HTC Vive-ot? Milyen lesz? Aha, fül, az, amikor nyilaszta a vállal a izékat. Ja, azokat a kis bábúkat. Meg az a ninjást is láttam. Olyan, meg a fluid ninja. Meg a kis kutyát simogatta, de jó. Itt, nem, nincs telefon. De most miért kell engem hívogatni? Biztos valami Jehova tanúja hívogat. Az nem baj őket szidom, ugye? Nem baj. Nem számít. Nem számít a bajnak. Christian? Oké. Mi oké? Nekem 8. Ja, akkor Jehova tanúi... Basszák meg. Jó, ez mondjuk duró. De nem, de hát a fasznak csöngetnek fel. És egy kis gyanútlan... Na, jó éjszakát, Ivo, akkor neked is. Jó éjszakát, tényleg, Ivo. Aludja. Hát, nem holnap, kellett, de holnap, oké. Holnap itt a noskola, akkor holnap úgy... Nekem szabad hetem van. Én is szabadnapos vagyok, vagyis hát csak az a baj, hogy a beteg zongora félrenyeltél, vagy mi van? Igen. Assza, ügy. A zongora megszólalt, hogy búú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 
bejött, az csapott egyet, az hazament. Viktor a forródóton. Ja, Viktor a forródóton keresett. Orbán Tóra. Lehet, hogy Orbán Viktor hívogat így. Ezt forródóton. Összeraktam a történetet, jól. Orbán Rektor. Itt jobbra van. Egy köcsög. A telefon. Nem Orbán mondjuk. Viktor, a mi fizetésünket mikor emelik feljebb? Ja tényleg, azért most már illenem, tesó. Úgy van, már elrejesztő. Bazd meg az anyádat. Ott volt! Ott a tesó. Töltsé. A kurva életbe. Elvágtam. Látom, vágóz eszük, mint a beretva. Hát persze, mi magyarok vagyunk. Hogy belemegyünk egy gyerekjátékába? Majd, ha eljön. De az önfizetésüket sikerült egy kicsit feljebb tornázni, ugye? Biztos izé felcsúti stadionra kellett. Tudjuk mi aztat. Na szóval, itt volt a kis ganéláda, és nem hagyott itt nékünk kulcsot. Lehet, hogy már megint ott van a madárlakon. De előtte inni kell, és elfogyott a pálesz. Nem, még nem. Még van egy kicsi? Hallod? Kár, hogy nem tudom, hogy láttad-e. Az én csatornámon is csináltam ilyen gameplay live-ot. Azért az új Naruto játékból. Nekem mondod? Aha. Nem láttam. Majd megnézem. Atom jó lett. Ott van a barátunk? Nincs ott a madárjesztő, ez még mindig regtelni fog. És nem hallom, hogy mozognak. Szerintem ez... Akkor a házban. De megint meddig lement az élet? Hajak. Korábbi baj lesz. Csak én unom már kurvára ezt a játékot. Lehet azért már 3 órája toljuk. Meg? Darabjaitat. Igen, addig nem mehetünk aludni, mi? Oh, the fuck it, már megint lemerült minden szar. Anna, ez a te hibád. De tényleg ez a, hogy hívják, Linda? Linda az hogy veszi el a gyufáidat? Tehát, hogy szellemként elsuha melletted és kikapja a sebedből? Ott a bohóc! Hányi ott van? Ütjében látod. Megnyomtad a dudáját hátra. Ez ijesztés volt, bazd meg. Faszomat. Itatnak ezek a get... Szerencséd van, Attila, látom, megosztottad a vidit. Érdekes, hogy most mindet ödetölted, akkor én iszom meg. Hát mindjárt... Mindjárt elmegyünk a zsúrba venni még. Hát de csak az, hogy ez a zsúr az messze. 10 perc séta. Előbb befejezzük a live-ot. Szóval itt ma nem alszunk. Hát most ezzel mi legyen? Kőpapírolló? De te vettél magadnak egy... Kőpapír komló. Egészségetekre, bassza meg. Ex. Ez a bóka Linda. Így van, Viktor.
Orbárek. Kurva anyádat, McDonald's-os geci. Feltítottam. Hogy basznál hozzám valami kulcsot. Elem faszú! Megkaptam a dzsinglót. Az mi volt itt? Hát egy pár szó már visszatolt a kobra. Gyere le pacra. Nem lesz olyan, mint volt. A leveleket? Leveleket az asztalon? Hát, valami lesz. Hol? Milyen leveleket? Majdan lesz valami hát, ha... Lehet, hogy részegen laknék ebbe a házba, ki tudja. De így csak sikernének egy pofontos. Az biztos, így basznék egy kéfüles, hogy mit vegtesz te. Hülye. Mit ijeszgetőd? Nem fogom, azt lebontom a madárjésztőnek a támasztóját, hallod? Neked fog fájni, hogy ijeszgetőd. Na ez az, hogy tudsz te magadtól is járni, akkor mi a francnak az oda? Szarakodok én vele, érted? Majd a Baracsi megoldja. Ennyi. Aki akarom mondani, Dunai városi. Ahó! Ma megint piszogott a Linda valahol. Mi? Ja, látom az életemet. Látom az életem, a... Elment Boré. Elment Boré az élet. Ez víz. Mi van, te mióta vagy hülye? Na, no, hagyjál már te is. Te is csak kéregetni jössz ide, cigit. Csukjad be előttem, magyar ajtó. Ja, az már harmadik napon rektelt be. Igen. Ja, azzal nem fog történni semmi. Kemény. De az kemény volt, eltűnt a... Miért van ez nyitva? Oda kérdezett. Krisztián, játszva te helyettem. Hol a Lind? Én meg az ilyen horror játékok, tudod ám, hogy az. Hát figyelj, én megjegyeztem amúgy live-ba, hogy én legközelebb te jössz horror játékkal. Tényleg? Így van. Ma egyel vezetek. Visszafele miért? Te kezdted azt lendővel, én visszaválasztottam az Arrival-le, de szerintem lehet, hogy azt nem láttad. Igen, most ugye az utolsó két horrorjáték, amivel játszottam a Sophie's Cures, hogy mi a faszom. Azt amúgy ki akartam próbálni. Egész jó. De annyit játszottam, amit láttál. Ja, hogy akkor kezdted. Nem akkor kezdtem, én akkor ott be is fejeztem. Jaj, értem, szóval akkor kezdted, meg be is fejezted. Az volt az első, az utolsó próbálkozásod vele. Úgy. Beszalsz, de amúgy böngészős játékokba valamikor nagyobb ijesztés van, mint ezekben a fosakban. Répa, egyen meg a húsodat. Na most akkor hogy az Istenben van itt a dolog-e? Amíg emeletre mászkáljak én a fájos lábommal. Na jó, hát akkor... Várjál már, hát most mi megváltozott a... Bizé, a ház? Valahol itt kell lenni a házba fi... Hát köszönjük szépen karakter, ideig szobát mondtál, most meg valahol itt van a házba. Menj föl, szerintem fönt lesz. Ez körülbelül nekünk annyira jó, hogy ez nekünk körülbelül annyira jó, tudod, hogy nem lesz ijesztés lehet. A kurva anyádat azt fogok én kimenni, te kis köcsög. Szórakozó velem? Nem lesz olyan, mint... Igen, a bohóz dzsingó. Kijött a patkány a hűtőből, vagy mi volt ez a... Hallod, újra kezdtem játszani. Várjál már. Azt mondta valahol a házba. De nagyon intenzívan adja ide a zenemet is. Nagyon rendes. Újra kezdtem. Igen? Vagy ez? Igen is? Egy közben... Még jó, hogy alattam az orvos van. Botanika dzsinga. Újra kezdtem játszani a Just Cause 2-t. Az nagyon jó játék. Hallod, annyira el vagyok vele, tiszta játszótér. Magyarosítást leszetted? Végigvittem úgy magyarosítással, most nem akarok vele vesződni. Ja, de főleg így Xbox kontrollerre kurva jó. Csak tudod, annyira lehúzza az a kedvedet, hogy végigviszel a játék, utána közli, hogy 30% van kijátszva a játékba. Hát ki a fasznak van utána már kedve játszani vele? Nekem.
Menj már, hát izé, vannak felderítetlen katonai bázisok, oda megyek helikopterre, szétrektelem, azt lövök, meg robban, meg minden, hát tök érdekes. Van úgy, hogy izé a pálya közepén van egy kis sziget, és az tele van ilyenekkel. Szvágod, nem ilyen új alakú sziget? Persze, vágom. Meg a izé, meg az izé, melyik volt? Az Overwatch mennyire szar 1/10 skálán? 2. Mármint, hogy mennyire szar. Szóval én csak 2-t adnék le. Volt szerencsém a bétához, és rohadt jó az Overwatch. Aha. A Doom-ról meg csak azt tudom mondani, hogy multiban nem fogja megélni. Igazából olyan, mint hogyha az Unreal Tournament-re játszaná. De... Single-be. Rohadt jó lesz a Doom. Na jó, tudnám, hogy kit szopatsz. Hú, bazd meg, az a baj, hogy elkezdtem megint dzsingózni össze-vissza mindenféle szobát, de össze-vissza megint. Nem, az ember az nem baj, egyet följebb. Mi történt? Legalább költöz. Nem tudom. Linda itt van? Azt és ugye mit tudom én most kinézni az udvarra? Azt mondta a karakterem, hogy a házban van. Linda, bazd meg, ha az én nőm lennél, hallod. De figyelj, hogy azt mondta a karakter, hogy a házban van, miért nem mész le a legelejére és nézed legalulról? Mert onnan kezdtük. Egyetlen egy helyen nem voltunk legalul, de most már átnézem itt fenn a dolgokat. Ez a ház hanyadik emelet, második, ugye? Igen. Hát én keresem itt. Tudok tájékozódni, hogy elneveztük a szobákat, mert tudok tájékozódni. Igazi géniusz vagyok. De tényleg, ófán. Gyerekek, ha nem bánjátok, én lezárom a live-ot ezután. A nap után. És akkor csinálunk olyat, hogy kivégezzük a pányú drive-ot, és hogyha marad időnk, akkor még bezúzok egy valami játékot még. És akkor így korrekt vagyok. Na igazából elfogyott a pia. Meg az ijesztés. Szevasztok, gyelekik! Na, Orbán Krisztián. Na viszont látolyás. Láttad a múltkor videóját, amit kivágtak, hogy az anyja kitépi a kamerát a falból? Vagy a gépből. Apád megmondta, hogy nem lesz bebaszós live! Most ezután tényleg el akarunk menni a zsúrba? Akkor én benne vagyok. Elmenjünk. Az a kérdés, hogy ott mennyi a pál lesz. Meg... Hát nem törődjél vele, most volt fizetés. Ott balra. Ez... A képet. Ja, az nem. Ó, mami, már megint vigyorogsz a többi gófa. De lefele menj, menj lefele. Ó, bazd meg. Még van egy főfele, várja, nézzek fönt is. Hát de most jöttem le, ne idegesítsél. Igen. Kedves nézőink, ez most hogy van? Most én lejöttem, azt a kurva. Kedves nézők, már túl sok. Azt mondtad, hogy te be vagy baszva, mert ne pofozz. Körülkenni néznem fent a dolgozó szobába az első szám. Bazd meg, melyik az első szám? Te faszkalap, Jing. Lépcsőtől az első szám. Szerintem ez az irodalmi szám, de szól a koponya van. A lépcsőtől nézd. Hallom rajtad, hogy te is be vagy baszva. Igen. Egy kis aranyos voltál. A faszomat. Krisz, hallod, hogyha elmegyünk egy 10-20 percre vagy fél órára, még itt leszel? Szerintem lehet. Akkor Jingo. Igen, várjál. Amúgy MTA-ból az 1.5-ös verziót kell majd leszedned. MTA San Andreas? Azaz. Mi tudjátok, mit csináltunk? Vagy gyereket. Öten, mint zsadányok beültünk. És gyereket csináltatok. Elkezdtünk játszani, és átalakultunk mindannyian. Ilyen aranynyakláncos néger emberekké, és rendeltünk egy ladát, és mentünk, és késeltük a többi embert. Mi más csinál egy magyar ember, hogy San Andreasban, mint cigányt játszik, bazd? És mindig az volt, hogy beállt a piros laza, és kiszálltunk belőle négyen, és késeltük szét a izéket. Hé, hey, ott ki volt nyílva a könyv, ami még nem volt kinyílva. Ott. Az. Egy idegesítsd, hogy ez ki volt nyílva amúgy.
Hogy vetted észre, hogy ez nem volt kinyílva meg, amikor ki volt? Az be volt csukódva. Hát mert én figyelem a részletek. Jaj, gyerekek, álljunk meg itt a fénynél, mert komolyan mondom, örülök, hogy valami világosság van. És följebb ment a szalod. Micsoda? Följebb ment a szalod, várj. Te emellapod. Na most áttakarodunk egy másik szobába, és gyújtunk még egy gyertyát, ne idegesítsé fel. Hát nem pont itt, mert fölgyújtom az egész házat. A dudva szoba. Első szárny, please. Na most nem. Várj, azt nézd meg a képet. Na nem, mi ezt? Ez a kép van, amit össze kell gyűjteni. De jó van, már most nem az, nem is az. Hallod, de megint ez a kurva lépcső, hallod, amikor keresem a lefele vezető lépcső, de mindig idejük adok ki. Le kell menni. A szellem szopat? Hogy lehetek ekkora dzsingó? Cidáztat a szellem. Pontosan, ahogy mondod. Megint föl, mindenhol csak föl. Azt mondja, hogy cidáztat a szellem. Mindenhol. Várj, állass. Ez lesz az, mert itt a bohóc dzsingó. Itt ült a bohóc. Most ez lesz az. Remélem, a fenti szomszéd nem tud aludni tőlem. Nem baj, mert a rohadt húrógépe megbassza az anyámat is. Izé, az árnyék. Ami akart is kulódni. Kulóli. Na, gyerekek, akkor... Ez itt lent? De menj oda ki! Oda ne! Mit akarjak én itt kint, Krisztián? Nem tudom, nézz szét! Hát, első szárny. De dolgozószobát mondott, nem előteret. Ja. Az első szárny. Melyik az első szárny? Fönt hallotta? Azt írt, hogy fönt? Az, hogy fönt az első szárny. Igen. Megálltok, genya! Ez nem az. Lent lesz a dolgozószoba. Hát de most nézd meg, itt egy izén glowful van, itt meg a... Ezt felkapcsoljuk, mert nekem az jó. Szórakozás jó. Érzek. Ez meg egy tükör akar lenni, csak szarul oldották meg. De megint a mama itt vigyorog rám. Várjál fönt, akkor lehet erre is el kell nézni. Jó ez! De végülis fönt, szóval lehet, hogy legteték. Na most itt mi a dzsingá van? Aha! De ez lenne a dolgozószoba, nem? Elég pia van itt, jó? Hát ez a magyar dolgozószoba, de ez egy amerikai játék. Amerikai dolgozószobát kell keresni, ahol nincs semmi, csak egy széketke, meg egy asztalkatya, jó van. Igen, milyen bugos volt a izé, gyertya. Gyors felgyulladt, amikor izé. Aranyos volt. Igen, innen jöttem, tudom. És azt is tervezem... Aha, pontosan. Hogy neki mentem az ajtó félfának, mert elengedtem az egeret, hogy én itt lemegyek. Erre az emeletre. Ami földszint. Amerikában a bal az első. Amerikában a bor az első. Nem bor, hanem bal. És ezt nyitom ki. Ura itt a hangok van. Látod ez, Jingo? Ha nem itt lesz, már pedig kurvára nem itt lesz, de akkor milyen dolgozószobát akar ez? Rohadt szemét, mocskos. Adhatna valami pontosabbat is. Szét kell nézek a dolgozószobába. Mert van belőle 200 darab ebbe a kastélyba. Hát ez az. Az első szárny. Bocsánat, van belőle 300. Ez a zeneszoba. Jó, várjál, mert a zene is munka. Egyébként milyen volt a mű? Ez volt. Linda, csak a feleségem volt. Érted? Olyan, mint a Lucy. Egyszer csak világutazó Isten pendrive. Mm. Az ajtó, hogy nekem is egyszer elveszett az egyik barátnőm. Mi? Nekem is egyszer elveszett az egyik barátnőm. Mi? Azóta nincs meg. Hülye vagy, még csak két hét veszette. Hogy? Oh, Krisz. Hát ez inkább ilyen parlamenti. Hülyék az amerikaiak, lehet, hogy dobb. Lehet, hogy gyerekszobát gondolják annak. Ez a trófea. Kurva szobadó. Puh, gyerekek. Azt a büdös kurva élet. Még nem is baj, hogyha elmegyünk a zsúrik, hallod? Köszönjük. Az. TV dzsingó. Tényleg? Mi a fa... Azt hittem, ezt kell főszedni, azt nem is. Amúgy én is ezt tegettem, hogy... Nem nézek oda. Próbálj meg kimenni. Mi a francnak? Amikor dolgozó szobát mondod? Ott ül fent a bohóc? Nem. És? Bohóc azt mondta, hogy megunta a játékot, és eddig tartott a szerződése, és most alszik.
Bót is meg. De tényleg. De milyen jó sora van már a Bótnak? Ül ott nézd, hogy mi szopunk. És még röhög is. Hát ma. Várjál csak, de most már itt alakul ez a... Ez lenne a dolgozó szoba? Kapcsoltál már egyszer, de kapcsoltál. Az biztos. Kincses látikó, bazi nagy könyvek, jó napot kívánok, nézzük a székeket is át. Hogy lehet eldugni egy rohadt papírdarabot ilyen brutál módon? Ember... Vaze. Nézzünk egy walkthrough-t a picsába. Egy walkthrough-ot azt. Oh. Dolgozó szobába alakítanak itt... Nézd, saktáblát. Nagyon, nagyon gyönyörű saktáblát az találtam. Olyan, az nem úgy volt eddig a saktábla, szóval erre volt valaki. Hát de hiába ott volt. Mi volt? Gyufa! Bazd meg! Man. Chris! Vagy nem Chris, Zoli? Ennek örülök én is, amúgy. Ha, bassza meg. Ez már valami? Én azonnal örömömbe gyújtok egy gyertyát. A rohadt életbe hallod, de most már tényleg szenvedek, a játéktól szenvedek, nem a piától, genya. Még nincs egy másik ajtó? Én is ezt akartam kérdezni, igazad volt. De most mi onnan jöttünk, bassza meg? Nem. Bemegyek egy ajtón, kijövök, már nem tudom hol vagyok. Ez nem. Várja már, ott. Aha, innen jöttem. Ez már ránéz, te is Black Dahlia. Hát ha... Igen, lehet, hogy ez is az. Amúgy. Eltakadtok a faszomba. Nyomorultak. Ott maradsz a picsádon, te is. Rátküldöm a cinemát. Akkor meghal. A biztos. Hát ez meg aztán nem dolgozom. Lesz ő, ott lesz ki le... 100 fiú. Ne pofázzatok be. Lesznek majd 100 fiú. Szerintem szóljuk abba, mert... Jelenleg valaki még. Mindjárt izét ír, 444 rólunk ilyen rasszista gémeskút. Jó. Az a hülye fejű csávó. Hú, de arcon kúr nem. Viszont az a biciklis videó, hogy tetszett, amikor... Na, most gondolkodjunk reálisabban, szóval figyelj! Ha már itt járunk, hol vagy, hanyadik emeletem? Második. Fordulj vissza. De. Jó, menj vissza. Most nem vagy, de mi van? Jó, akkor most fő. De tényleg már az alsóbb emeleteket átnyaltuk. Tövűrőhegyire átnyaltuk. Voltunk mi ott fent? Még nem voltunk. De végig. Akkor mi most mi a szart csinálunk itt? Itt voltunk, ez az órásszoba. Nem, egészen le kéne menni a lépcsőig, a bejáratig, az előtérig. Mi a fasznak? Azért, mert az előtéren voltál, amikor kiírta, hogy fent van a dolgozószobába. Az nem, annak szám. Semmi jelentősége. Tényleg lehet meg kell próbálni legfelül. Új tippet nem ad, ha erre gondolsz. Itt befejezte. Jó, menjünk, nézzük meg a harmadik emeletet, tudod, úgyis csak egy pár szoba van, de utána lemegyünk az elejére. Oké. Na, addig hozok be cigit, ott fent tudjátok, a köcsök szoba van, a... Kúrószoba, és ennyi kb. Dolgozó szoba, és van vagy 70 ebbe a szarba. Hogy itt kell papírt veszít keresni. Hogy lehet egy játék ennyire rekt? Az hiszed kibaszolva. Az biztos. Hát elindulunk. Ott a zombi! Szerintem jó helyen vagyunk, Krisztián. Na! Egy zombi ment el az ablakon túl. Tényleg? Aha. De ez se dolgozószoba, az meg kúrószoba, ez fürdőszoba, ez meg zárva. Az a dupla mosdós, nem? Ez meg kinyílt, amikor itt volt az első papír, vagy mi. Ez lenne a dolgozószoba, ne idegesítsék fel. Nem, ez az, ami a 24. napnak a vége. Ez a 24. napnak a vége szoba. Azaz, na igen. És itt ment el erre így a zombi, és kiment a falon.
komolyan, PewDiePie, Markiplier, valaki, küldjön már nekem ehhez valamit, mert agyonverem. Én mondom, menj már le, könyörgöm. Oké, Krisztián, mivel már könyörög, akkor le is megyünk. Köszönöm, az első emeletre közvetlen a bejáratig kérem. A bejárati ajtóhoz menjek végig? Nem, hanem ott, ahol volt az a nagy lépcső lefelé, tudod, az előtérhez. Na várjál, akkor lemegyünk teljesen, és utána majd vezényelsz. Én azt akarom tényleg, hogy menjetek le teljesen. Az lesz. Csak előbb le is kéne találni. Igen. Ja, ezt már beszoptam. Hát de olyan szép papír alakja van, könyörögöm. Tök örülök neki. 3 óra 15 perce megy a live. Itt még nem voltunk, behe. Azt mondta... Vagy a dolgozószobába dzsingul. Fent a dolgozószobába az első szárnyál. Ugye? Egyél valamit... Szerintem mi akkor az első? Mi? Várjál, kimegyünk, ahogy Chris mondta, kimegyünk oda az udvarra majd. Itt van, ezt kerestem, állj! Nem, menj a lépcsővel szembe? Várjál, mert kútnyomom meg a kapszlokkot. Oké, na figyelj, állj meg itt, és nézd be. Az első szárny az épületnek, az kérek szépen az, hogy itt felmész a lépcsőm. Ennyi? Ez az? Nem, menj fel! Lesz, jó, fölmegyünk. Én most csak tudományosan beszélek, mert én tudom, hogy melyik az első szárnya az épületnek. Jó, oké. Itt van, azt mondja, két ajtó. És nézd meg ezt a két ajtót. Jó. Bazd meg, itt nem voltak fotelok? Menj be. Nem, a faszomat nem. Itt... Nem volt. Na mi van? Nem itt. Elrontottad a játékunkat. Ne, Krisztián, nem kell lemenni az első emeletre, nem, a harmadik emeletre még nem néztünk szét a köcsök szobába. És még fölrögött a bohóc is, kiröhögött a picsába. Többit meg kell találni, azt. Na, hölgyeim és uraim, ennyi volt mára, ugyanis már 3:15 órája toljuk. Köszönjük mindenkinek, hogy itt volt, 3 nap maradt hátra. Befejezzük, és nem tudom, szerintem egy másfél óra lesz. Ne haragudj, igazad volt. Teljesen igaza volt a Krisznek, legközelebb is hívunk Krisz. Ebbe biztos vagyok. Mindenféleképpen. Mert viszont elfogyott a pia, és ez a kis piálás dzsingó azt mondja nekem, hogy vegyünk még. amúgy már csak így a műsor végén őszinte leszek, mert igazából én nem tudtam, hogy melyik az épület első szárnya, csak én beírtam Google-ba, hogy egy épületnek mi az első szárnya, és kérlek szépen az első emelet szembe az első szárnya. Kurva jó vagy. Na, szép volt. Okosabbak is lettetek, meg én is. Ugye? Ez így... Látom magamat. A hatalin. Milyen kis polgári bajszod van, most nézem a kamerába. Ez tök aranyos. Hullos. Ja, de le kéne nyomni a live-ot. Jézusom. Iratkozzatok fel, Gameskult Krisztián Szabó. Nem gondoltad, hogy át kéne nevezni Gameskultra az oldalt? Nem tudjuk, egyszerűen próbáltuk. Hogy az Istenbe. Egyszerűen nem lehet, de Krisztián Szabó, passza, megmondom. Ilyen nincs. Kopás. Ja. Na jó van, szervusztok, live nézők, Gameskult továbbra is. Ja, sziasztok.